Itt egy kérdés, amit időnként feltesznek nekem az ateisták a vitáim során. A Green River képződmény nem azt bizonyítja, hogy a Föld több millió éves? Van egy remek cikk a Creation Magazine egyik régi számában. Ajánlom figyelmükbe ezt az Ausztrál magazint, mert nagyon jó, az interneten is bele lehet olvasni. A honlap címe a képernyőn olvasható. Elő is lehet rá fizetni, valami 22 dollárba kerül évente. A Green River képződmény egy vastag kőzetréteg Wyomingban, ami több százezer jól elkülönülő lemezből áll. A múzeumunkban van egy kis üvegdoboz, amiben két üveglap van, meg két színű homok. Megfordítják, és több tucat réteg alakul ki pár másodperc alatt. A Green River minden rétege más-más évszakot jelent, amit a pollenek alapján állapítanak meg. Az egyik fa tavasszal állít elő pollent, a másik meg ősszel, és ha megnézzük a rétegeket, látjuk a tavasz-ősz, tavasz-ősz ciklust, vagy egy milliószor. A pollen miatt ezeket évrétegeknek nevezik. A valóságban ezek a dolgok nagyon gyorsan ki tudnak alakulni, ahogy az üvegdobozban is gyorsan kialakul a rétegződés. 40 réteg alakul ki benne pár másodperc alatt. A vastag rétegek is gyorsan kialakulnak. Aki leás a Green River alakzat mélyére, az hamu rétegeket talál, nyilván egy vulkánkitörésből. Ahogy lejjebb ásnak a hamun keresztül, megszámolják a hamurétegek között levő rétegeket. De két különböző helyen ásva 35%-os eltérést is tapasztalnak. Fúrnak egy lukat itt, és 100 réteget találnak, fúrnak egy lyukat ott, és csak 60 réteget találnak. Hogyan lehetséges ez? Ha a rétegek éves ciklusokat jelentenének, akkor konzekvensnek kellene lenniük az egész képződményben, de nem azok. A Green River képződmény nem bizonyítja, hogy a Föld több milliárd éves. Sokszor kérdezik tőlem, hogy mi a helyzet a marskővel, van élet a Marson? Tényleg marslakók vagyunk? Amikor gyerek voltam, ment egy sorozat a tévében, a címe az volt, hogy a kedvenc marslakóm. A gondolat, hogy a Marson van élet, jó pár évtizede foglalkoztatja az embereket. Ezen a képen Percival Lowell azon gondolkozik, hogy az, hogy a Mars lakott bolygónak látszik, az első szó ebben a témában. Vagy 100 éve azt mondta, szerinte lehet élet a Marson a Mars csatornák miatt. Nos, a Rover Mars szonda odament. Nem is egy szondát küldtek a Marsra, bár ugyan csődöt mondott, de a több milliárd dolláros rover leszállt a Marson, elemezte a talajt, de még csak egy bacillus sem talált. Walt Brown írja a Kezdetben című könyvében, hogy ha találnak is életet a Marson, mondjuk baktériumot, akkor az a Földről került oda az özönvíz idején, amikor a nagy mélység forrásai feltörtek. Brown fizika professzor. Szerinte 15 kilométer kőzet elég nyomást fejthetett ki a vízre ahhoz, hogy a feltöréskor Föld körüli pályára állítson kődarabokat, amiket aztán befoghatott valamelyik bolygó gravitációs mezeje. Brown szerint lehetnek a Marson Földről származó dolgok. Eddig 35 küldetés indult a Marsra, kétharmada kudarccal végződött. De miért költöttünk ennyi pénzt arra, hogy bebizonyítsuk, van élet a Marson? Szerintem az egész űrprogram célja az, hogy bizonyítékot találjanak az evolúcióra, hogy nem Isten teremtette a világot. Ha találnak életet másutt, akkor szerintük megtalálták az evolúció bizonyítékát. Ez a kis darab kő, aminek a fotóját látják, állítólag ez bizonyította be, hogy van élet a Marson. A déli sark közelében találták. Van benne egy kis tekergőző vonal, pirossal bekarikázva. A tudósok azt mondták rá, hogy egy megkövült baktérium. Itt látják, elképesztően nagy nagyításban. Azt mondták, ez bizonyítja, hogy van élet a Marson, mert találtunk egy megkövült baktériumot. Nos, először is a Mars nagyon messze van a Földtől. A két bolygó, amikor a legközelebb kerül egymáshoz, az nagyjából 83 millió kilométer. Ha a paradicsom nagyságúra zsugorítanánk a két bolygót, a Föld egy 10 centis, a Mars pedig egy 5 centis paradicsom lenne. A pályájukon 600 méterre közelíthetnék meg egymást ebben a modellben. Azt mondják, valami eltalálta a Marsot, és ide pattintotta azt a követ a Földre. Ez olyan,
mintha úgy akarnának belelőni az 5 centis paradicsomba, hogy egy darabja elfröccsenjen 600 méterre, és el is találja a 10 centis paradicsomot. Nem egyszerű feladat. És bizonyíték is kellene, hogy valami tényleg ilyen keményen eltalálta a marsot. Mondjuk egy bemélyedés. Valaminek lennie kellene ott. De én ezt a marskő dolgot nem veszem be. Az történt, hogy a NASA elkeseredetten harcolt a pályázati pénzért, mert a kongresszus nem akart újabb milliárdokat megszavazni a NASA-nak a marskutatásra. A NASA szerint a kő a Marsról szakadt le 16 millió évvel ezelőtt, keresztül utazott az űrön, majd 13 ezer évvel ezelőtt földet ért a déli sarkon. A valóságban a kő vagy 7 éve ott van a NASA egyik szekrényében. Érdekelne, hogy a baktérium mivel táplálkozott 16 millió éven keresztül, amíg az űrben röpködött. Hogy élte túl az űrben levő vákumot és a légkörbe való belépést? Hogy élte túl a rettentő hideget 13 ezer éven át a déli sarkon? A NASA pénzelte a csoportot, amely a kővel kapcsolatos kutatást végezte. Megmondták a kutatóknak, hogy fiúk, ebben a kőben találnotok kell valami fontosat, hogy pénzt kérhessünk a kongresszustól. Rengeteg erről szóló cikket olvastam ezekkel a projektekkel kapcsolatban. Mind ugyanarról szólt, adjanak több pénzt, hogy több kutatást végezhessünk. Szinte rögtön azután, hogy megtették a bejelentést a marskővel kapcsolatban, megkapták a pénzt. A kongresszus 40 milliárd dollárt szavazott meg a NASA-nak. Pár hónappal később bejelentették, hogy ez nem is baktérium, hanem egy karbonátkristály, a természetben megtalálható anyag. Bocs, srácok, keresünk tovább. A pénzt azért köszönjük. A támogatást persze nem fizették vissza. A Biblia szerint Éva minden élő anyja, és nincs rá bizonyíték, hogy máshol is lenne élet. Csak itt van, a Földön. Gyakran kérdezik tőlem, hogy nem használhatta Isten az evolúciót a teremtéskor? Hát ez attól függ, hogy mit értünk Isten alatt. Osama bin Laden is hisz Istenben, de nem abban, amelyikben én. A mormonok is hisznek Istenben, csak éppen Ádámhoz imádkoznak. Mit értünk Isten alatt? Az az Isten, aki az evolúción keresztül teremtene, kegyetlen és pazarló lenne. Ez nem a Biblia Istene, az biztos. Isten nem használ olyan gonosz folyamatokat, mint az evolúció, és nem pusztít el sok milliárd állatot, hogy jobbá tegye a világot. Isten kegyelmes. Az evolúció kegyetlen. A leggyengébb az evolúció során elpusztul, nem védi meg semmi. A Nobel-díjas Jacques Monod szerint a természetes szelekció a legkegyetlenebb módja annak, hogy egy új faj és komplexebb élő szervezet jöjjön létre. Az életért való küzdelem és a gyengék kiszelektálódása borzalmas folyamat, ami ellen a modern etikai rendszerünk egy emberként lázad fel. Az ideális társadalomban megvédik a gyengét, ami ellenkezik a természet törvényével. Meglep, hogy egy keresztény olyan elmélet védelmébe kell, mely szerint Isten indította el az evolúció folyamatát. Ez engem is meglep. Miféle Istenben hisznek ezek az emberek? Egy kegyetlen Istenben, az biztos. David Hall filozófus mondta, az az Isten, akit az evolúció elmélet próbál bemutatni, biztos, hogy nem a protestánsok értéket tisztelő Istene. Nem is Jób félelmetes Istene. A Galapagos Istene egy pazarló, közömbös Isten, már-már ördögi. Egyetértek, ez nem a Biblia Istene. Darwin írta a könyvében, a természetben folyó harcból, éhségből és halálból a magasabb rendű állatok létrejötte következik. Az evolúció során több milliárd élőlénynek kell elpusztulnia, hogy a folyamat működhessen. Az állatoknak halniuk kell, különben a fejlettebb gének nem öröklődnek tovább. Egyesek mégis tanítják a teista evolúciót. A Biblia szerint Isten tökéletes. Elsőre tökéleteset alkotott. Ezért nem hiszem, hogy Isten az evolúciót használta volna fel a teremtéshez. Szerintem a teisták egy másik Istenről beszélnek, nem arról az Istenről, akiről a Biblia szól. A Biblia azt mondja, hogy mindent ő alkotott, az ő igéje által 6 nap alatt minden tökéletes lett, a 7. napon pedig megpihent. A világ teremtését pedig elvégezte, az be van fejezve. A Biblia világosan azt tanítja,
hogy az ember hozta a halált a világba. Ha a teista evolúció igaz, akkor a halál hozta az embert a világba. A Biblia azt is mondja, hogy az Isten a saját képére teremtett minket. Ha tehát az ember valamiféle állat volna, ami lassan fejlődött ki, akkor Isten hogy is néz ki, mint egy pávián? Szerintem csak egy retardált Isten nem tudna elsőre tökéleteset teremteni, aki nem érdemli meg, hogy imádják. Az ilyen Istennek nincs rá szüksége, hogy Krisztus meghalljon. És különben is semmiféle bizonyíték nincs az evolúcióra. Akkor miért gyúrnánk össze a tökéletes Bibliát egy ostoba elmélettel, amire semmiféle bizonyíték nincs? Az evolúció a Biblia tökéletes ellentéte. Mindenben. Nézzék meg ezt az ábrát. A Biblia szerint az ember hozta a halált a világba, az evolúció szerint a halál hozta az embert a világba. A Biblia szerint Isten teremtette az embert, az evolúció szerint az ember teremtette Istent. Akkor passzol az evolúció a Bibliához? Egyáltalán nem. A teista evolúció eretnekség. Eretnekség az, ami ellentmond a Szentírásnak. Szerintem ma is élnek eretnekek. Egy alkalommal vitatkoztam Hugh Ross-szal. Ross több könyvet írt, a Teremtő és a Kozmosz, a Teremtés és az Idő, a Genezis megoldás. Rendkívül kedves és okos ember, és a maga módján biztosan őszintén szereti az Urat. De szerintem más Isten szeret, mint én, és bibliai értelemben véve talán nem is keresztjén. Mentálisan elfogadta Krisztust, de a bűnbocsánat és a hit elmaradt. Szerintem. Nézzék csak. Sonka, csirke, oldalas és pulyka. Mi bennük a közös? Az, hogy mindet meg lehet enni, és mindben van csont. A húst megehetjük, viszont a csonttól megfulladhatunk. Ilyen az élet is. Aki ezt nem tanulja meg már gyerekként, az korán meghal. Persze lehet jó dolgokat tanulni az eretnekektől is, csak a csontokat kell kiköpni. Hugh Ross-szal a John Ankerberg Show-ban vitatkoztam. Mellesleg John Ankerberg most már abban hisz, hogy a Föld több milliárd éves. A barátom rendes fickó, de ez akkor is eretnekség. A Genesis megoldásban olvashatjuk, hogy tinédzserként kezdte el olvasni a Bibliát. Azt írja, 18 hónappal később elértem a Jelenések könyve 22. fejezetéig. Minden verset elolvastam, és nem találtam benne hibát vagy ellentmondást. Voltak részek, amiket nehezen értettem meg, de ez nem zavart. Annyit megértettem belőle, amennyit megértettem az egyetemi tanulmányaim során fizikából és csillagászatból. Ross a csillagászat doktora. Így folytatja. A saját büszkeségemmel való viaskodás után azt hiszem, elkezdtem Istenbe vetni a bizalmamat, a hatalmas kozmosz teremtőjébe, akit most már a saját Istenemnek tartok, a sorsom formálójának, Jézus Krisztuson, az ő fián keresztül. Azt jelenti ez, hogy megtért? Nem tudom. Az alapján, amiben a mai napig hisz, én úgy vélem, csak mentálisan fogadta el Krisztust. Olyan, mint egy katolikus püspök, aki nagyon őszinte, nagyon elkötelezett, de egyszerűen nem érti, mi a bűnbánat és mi a hit. Ez inkább egyfajta mentális elfogadás, mint megtérés szerintem. Remélem, tévedek. Én nem tudhatom, hogy ki jut a mennybe és ki nem, de szerintem bibliai értelemben ő nem keresztjén. Hugh Ross-szal 3 órán keresztül vitatkoztam, minden megvan a videósorozatunkban. Jonathan Sarfati remek könyvet írt Hugh Ross eretnekségeiről. Sarfati remek fickó, és nagyon szeretem az írásait, de pár dologban szerintem téved. Például a King James fordítással kapcsolatban, de lehet hinni Istenben úgy, hogy az ember közben nem tér meg. Jakab 2.19, az ördögök is hiszik és rettegnek. Az eszük tudja az igazságot, a szívük viszont nem. Máté 7. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram. Nem mindenki keresztjén, aki annak vallja magát. Mi a helyzet a többi vallással? Azt hiszem, a teista evolúciót inkább hamis vallásnak kellene nevezni, és nem a kereszténység egy formájának. De vannak még más vallások is. Csak pár dologról szólnék, most a többiről a 200-as videósorozatban bővebben hallhatnak. Rengeteg vallást létezik. Melyiknek van igaza? Hát természetesen a baptistáknak. Ha megmásszák az igazság hegyét, a csúcson baptistákat fognak találni. Derek, te már felértél a hegyre? Vagy még mászol? Még mászol? Oké.
Én a tévedések ellensége vagyok, nem a többi vallásé. Ha mondjuk a katolikusok olyasmit tanítanak, ami helyes, azt mondom, igazatok van. Ha anyám olyasmit mond, ami félig helyes, félig nem, akkor megmondom neki, hogy ezt jól mondod, azt nem. Csak az igazsággal vállaljon a közösséget. Én az igazságért vagyok, és a tévedések ellen küzdök. A Biblia azt írja az Efézusi levélben, hogy vigyázzunk és óvakodjunk a tanításnak akármilyen szelétől. Amikor a vallások egy bizonyos dologban nem értenek egyet, akkor valamelyik téved. Az is lehet, hogy mindkettő téved, de az egyik biztosan. Igaznak látszik az, aki először szól a perben, olvassuk a példabeszédek könyvében, amikor egy fiatal személy először hall a vallásról, azt mondja, hé, ez jól hangzik, de aztán utána kell nézni a dolgoknak. Emlékszem, amikor először hallottam a Jehova tanúi tanítását, frissen megtért keresztjén voltam. Elkezdtem olvasni az írásaikat, és azt mondtam, hé, ez jól hangzik. Aztán tovább olvastam, és azt mondtam, na, ez már nem hangzik túl jól. És ez a dologban a veszélyes, a fiatalok könnyen csapdába esnek, mert amikor először hallanak valamit, jön ez a hé, ez egész jól hangzik dolog. Az egyik srác a stábból vett egy könyvet, mindenkinek kölcsönadta, jó dolgok voltak benne, csak éppen eretnekek írták az első században. Első ránézésnek jónak tűnt, de aztán jött a na ez már nem hangzik túl jól. Érdekes, ha elolvassák az 1 Mózes 27-et, hogyan csapta be Jákob az apját. Az apa az érzéseire hallgatott, nem a hangra. Ezt mondta, a hang Jákob hangja, de a kéz Ézsau keze. Így kapta meg Jákob Ézsau helyett az áldást. Izsákot azért tudta becsapni Jákob, mert Izsák az érzéseire hallgatott. A mormonok azt mondják, hogy tudják, hogy igazuk van, mert amikor a mormonizmusról imádkoztak, melegséget éreztek a keblükben. Éreztek valamit, ó, micsoda érzés! Hát ha letérdelnek, és akárkihez imádkoznak, akkor is érezhetik a melegséget. Lehet imádkozni egy kőhöz is, csak éppen nincs semmi értelme. A mormonok viszont így gondolkodnak. Minden az érzésen alapul. A karizmatikusok is ezt csinálják. Az érzéseik után mennek. Van egy játékunk, amivel ezt szoktuk demonstrálni. Az ember leül egy forgószékbe, bekötik a szemét, és megpörgetik a széket. Kisvártatva az ember úgy érzi, mintha már nem is forogna, pedig még forog. Amikor megállítják a széket, úgy érzi, hogy az ellenkező irányba forgatják, pedig a szék áll. A pilóták is így zuhannak le, ha az érzéseikre hagyatkoznak, és nem a műszerekre. Szóval én nem a többi vallás ellen vagyok. Én csak az igazság és a Biblia mellett vagyok, és a tévedések ellen. Ezt ne feledjék. Az érzésekkel tehát vigyázni kell. És mi a helyzet a sabáttal? Ezt minden héten megkérdezik tőlem. Szerintem minden könyvem megvan, amit a hetednapi adventisták valaha írtak, mert küldözgetik nekem, meg akarnak téríteni. Egy egész könyvespolcom van tele a könyveikkel, úgyhogy többet már ne küldjenek. Megvan E.G. White összes írása, ő a hetednapi adventista egyház profétanője volt. Én nem vagyok hetednapi adventista ellenes, szerintem sok jó adventista van, aki szereti az Urat, és aki üdvözülni fog. De mi az igazság a sabbatot illetően? Ünnepnap a hetedik nap, vagy pihenőnap? Mi az igazság a sabbattal kapcsolatban? Nos, Nehémiás 9. fejezetében ezt olvassuk. Majd alászálltál a Sínai hegyre, és beszéltél velük az égből. Adtál nekik helyes törvényeket, igaz tanításokat, megismertetted velük szent sabbatodat. Egy pillanat. Itt Nehémiás arról az időről beszél, amikor Mózes megkapta a sabbatot Istentől. Ez 2500 évvel a teremtés után történt. Tehát Isten csak 2500 évvel a teremtés után beszélt Mózesnek a sabbatról. Ez azt jelenteni, hogy 2500 éven át az emberiség történetének közel egyharmadáig senki sem tartotta meg ezt a törvényt, úgy tűnik. A 2. Mózes 16-ban olvassuk. Láthatjátok, hogy az Úr adta nektek a sabbat napját. Maradjon mindenki otthon a hetedik napon, senki sem mozduljon ki a helyéről. Nos, ha ez valóban az egyik sabbatról szóló törvény, akkor nem lehet hetednapi egyháza senkinek, mert a hetedik napon nem szabad elmenni otthonról. Az apostolok cselekedeteiben egy sabbatnapi járóföldről esik szó. Jézus sabbatkor gyalogolt, ugye? Hogy lehet ez? A Biblia írja a sabbatról, semmiféle munkát ne végez azon a napon, se te, se fiat, se lányod, se szolgád. Tehát nem csak nekünk nem szabad dolgozni, más sem dolgoztathatunk. Vagyis ha valaki a Szentírás szerint akarja megtartani a sabbatot, az nem használhat közüzemi szolgáltatásokat sem, mert ha kinyitja a vízcsapot, felkapcsolja a villanyt, kinyitja a gázt, valakit dolgoztat. Ha tévét néz, akkor is megdolgoztat valakit sabbaton. Ha elmegy egy étterembe, valakit megdolgoztat, ez pedig nem szabad. A Biblia azt írja, ha valaki dolgozik a hetedik napon, annak meg kell halnia. Tehát ha valakit dolgozni látnak a sabbaton, azt öljék meg.
A 2 Mózes 31 az irányadó. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek, így beszélj Izrael fiaival, tartsátok meg a sabbatot, mert je lesz köztem és köztetek nemzedékről nemzedékre. Itt világosan le van írva, hogy a sabbatot Izrael fiainak kell megtartani. Én norvég vagyok. Isten fura szabályokat adott Izrael fiainak, mert ők különleges emberek voltak. Az emberek rájuk néztek és elcsodálkoztak. Izrael fiai pedig tanúbizonyságot tettek a világ előtt. Isten nem az egész világnak adta ezt a parancsot. Azt mondta, hogy Izrael fiai tartsák meg a sabbatot. A 2 Mózes 35-ben azt olvassuk, hogy ne gyújts tüzet, úgyhogy a kocsinkat sem indíthatnánk be, mivel a motor belső égésű. Szóval, aki meg akarja tartani a sabbatot, annak sok sikert kívánok, de én még nem találkoztam senkivel, akinek sikerült volna. Az Ezékiel 20-ban olvassuk Izrael vényeiről, hogy a sabbat napjait is nekik adtam, annak jeléül, hogy van közünk egymáshoz. A sabbat tehát Izrael gyermekeinek szól. Jézus sabbatkor ment keresztül gabonaföldeken. Letépkedte a kalászokat az éhes tanítványoknak, akik meg is ették. Mit keres Jézus a házán kívül? És miért dolgozik sabbatkor? Nem tartotta volna meg a sabbatot? A Márk 2-ben olvassuk, miért tesznek sabbat napján olyat, amit nem szabad? Jézus azt felelte nekik, a sabbat lett az emberért, nem az ember a sabbatért. Jézus a Márk 3-ban azt mondja, szabad sabbat napján jót tenni és életet menteni, de a farizeusokat felbőszítette a válasza. Én is felbőszítem az embereket, mert én nem tartom meg azt, amit ők sabbatnak mondanak. Én minden napot megszentelek. Mind a hét napján az Úrnak dolgozok. Az egész életemet átitatja az Istennek végzett munka. Semmi más sem teszek. Az emberek megkérdezik, megtartod a sabbatot? Igen, és a hétfőt, a keddet és a szerdát is. Minden napot ünnepnapnak tartok. Jézus sabbatkor ment ki a házából, és magával vitte a tanítványait. Csak nem bűnbe viszi őket, kalász tépett, embereket gyógyított, hát nem a pihenést választotta, az biztos. Sabbat volt, és Jézus megharagudott a képmutatókra. Van egy könyv, amit csak annak javaslok, aki meg tud birkózni Peter Ruckman nyers írói stílusával. Elképesztő logikával ír. Mi nem áruljuk, nem reklámozzuk, de akit érdekel, az olvassa el, bár szerintem szükségtelen maró stílusban íródott. Ruckman elképesztő logikával ír arról, hogy miért nem hetednapi adventista. Ha akarják, megkaphatják. Tehát, ha meg akarják tartani a sabbatot, egészségükre. De azért érdekes, hogy a rómaiakhoz írt levél 13. fejezetében olvasunk a törvényekről. Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert az, hogy ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne kívánd, és minden más parancsolatot, mint a sabbat, ez az ige foglalja össze, szeress fele barátodat, mint magadat. A rómaiakhoz írott levélben nem olvasunk a sabbatról. A hét első napján a tanítványok összegyűltek a zsidóktól való félelem miatt, és tudom, hogy mindenféle vita van azon, melyik napon kellene összegyűlnünk. Nem érdekel. A legtöbb egyház vasárnap tart istentiszteletet. Nem hiszem, hogy az istentisztelet napjának neveznék, bár némely egyház megteszi. Ez az a nap, amikor találkozunk. A sabbatot nem az istentisztelet napjára adta Isten, hanem a megpihenés napjára. Istent imádjuk a hét minden napján, egy napon pedig megpihenünk. Ez minden. Ha vasárnap akar valaki pihenni, tegye azt. Szóval a tanítványok összegyűltek a hét első napján, és megtörték a kenyeret. Ez új szövetségi hagyomány. A hét első napján gyűltek össze, ahogy az 1 Korintus 16-ban olvassuk, és a legtöbb egyház hívei ekkor találkoznak. Senki el ne ítéljen titeket ételér és italér ünnep vagy újhold vagy sabát miatt. Ne hagyják, hogy valaki elhitesse önökkel, hogy tévednek ezt illetően. Gyakran hallom, hogy a pápa elfogadta az evolúciót. Több pápa is elfogadta, ami nagyon sok embert felháborított. Legalább 4 cikk jelent meg olyan pápákról, akik tényként fogadták el az evolúciót. Egy katolikus apáca mondta, hogy azok, akik hisznek ebben a teremtés mitoszban, ami tudománytalan és amit nem tartalmaz a Biblia, mondjanak bármit, és nem tanultak teológiát. Hogy mondhat ekkora ostobaságot egy apáca? Milyen Bibliát olvas egyáltalán? Egyébként, ha kedvünk van egy érdekes kísérlethez, olvassák el a 10 parancsolatot a 2 Mózes 20-ban, aztán menjenek egy katolikus templomba, és kérjék el a paptól a 10 parancsolatot. Fognak is kapni egy példányt, de abból hiányozni fog a második parancsolat, ami az Isten szobrokról szól. Az ő 10 parancsolatokból kihagyták a második parancsolatot, és a 10. parancsolatot bontották két részre, a 9. és a 10-re. Ne kívánt felebarátott házát, ne kívánt felebarátott feleségét.
Pedig ez igazából egy parancsolat. De miért vették ki a parancsolatot, ami az Isten szobrokról szól? Mert a templomaik tele vannak Isten szobrokkal. Még az 1400-as években, ha valaki bűnt követett el, pénzt adott a papnak és feloldozást kapott bűnbocsánatot. Itt egy lista arról, hogy mennyit kellett fizetni egy adott bűn feloldozásáért. Ház felgyújtása 2,75 dollár. Világi ember megölése 1,75 dollár. Hamisítás és hazugság 2 dollár. Húsevés nagybőjtkor 2,75 dollár. Szűz megrontása 2 dollár. Egy pap megütése 2,75 dollár. Rablás 3 dollár. A pap tarthatott szeretőt, de 2,25 dollár kellett érte fizetnie. Kerítés és terhesség megszakítása 1,50 dollár. Szülők vagy feleség meggyilkolása 2,50 dollár. 12 dollárért pedig minden bűne alól feloldozást adtak. Mit lehet erre mondani, hogy ostobaság? Én nem vagyok katolikus ellenes, de nem szívelem a tévedéseket. Márpedig tévedés azt mondani, hogy pénzen meg lehet venni a bűnbocsánatot. Az is téved, aki azt hiszi, ha meggyűjt egy gyertyát, azzal megfizetheti a bűne járát. Az is téved, aki azt mondja a papnak, atyám, én vétkeztem feloldozna bűneim alól. Téved. A Biblia azt mondja, egyedül Jézus Krisztus vére tisztít meg minket minden bűnünktől, semmi más. De nem vagyok katolikus ellenes, egyszerűen az igazság mellett vagyok, és nem szívlelem a tévedéseket. Itt egy fotó, amin a pápa megcsókolja a Koránt. Olvassák el a katolikus katekizmust, ha akarják, elég érdekes dolgokban hisznek. A katekizmus 841. pontja így ír az egyház és a muzulmánok viszonyáról. Az üdvösség terve azokat is átöleli, akik elismerik a teremtőt, elsősorban a mohamedánokat, akik vallják, hogy Ábrahám hitét tartják, és velünk együtt imádják az egy irgalmas Istent. Van egy nagyon jó vicces képregény, a címe A Proféta. Jack Chick készítette. Végigveszi az egész muzulmán egyház történetét a kezdetektől. Kevesen tudják, hogy az iszlámot katolikusok hozták létre. Az egész vallást direkt azért hozták létre, hogy megpróbálják visszaszerezni a Szentföldet a katolikusok számára. Ők pénzelték Mohamedet, és ők képezték ki. Egy katolikus apácát küldtek hozzá. Azt mondták neki, hagyd el a kolostort, keress egy fiatal, ígéretes muzulmánt, menj hozzá feleségül, és tanítsd ki, hogy képes legyen egy arab hadsereget felállítani, ami aztán visszaszerzi a Szentföldet az Anyaszentegyháznak. Elég érdekes történet. Eleinte jól mentek a dolgok, de aztán beütött a krach, mert az iszlám megerősödött, és nem engedelmeskedett többet a katolikusoknak. Nem hiszem, hogy a legtöbb muzulmán tudná, hogy az egyházok a katolikus egyház fedőszerveként kezdte a pályafutását. Akkor kezdjünk egy kicsit beszélni a muzulmánokról. Kérdezzék csak egy muzulmántól, honnan tudod, hogy Mohamed proféta volt? Azt fogja felelni, hogy egy anyajegy volt a hátán, egy szent anyajegy. Onnan tudják, hogy anyajegy volt a hátán? Nekem is van anyajegy a hátamon, meg egy itt az arcomon. Akkor én kétszeresen is proféta vagyok. Albert, rajtad van anyajegy? Hű! Akkor hajuljunk meg Albert előtt és imádjuk. Az egyik muzulmán versben olvassuk, hogy Mohamed fölteszi a kérdést. Amikor meghalok, a földbe temettek, és porrá válnak a csontjaim, ez minden? Mi történik utána velem? Mohamednek fogalma sem volt, hogy a mennybe jut-e. A Korán egyik versében ezt olvassuk. Amikor elérte azt a helyet, ahol a nap nyugovóra tér, egy sötét tavat talált. Tudományosan hiteles dolog volna azt mondani, hogy a nap egy sötét tóba megy le? Nem. Szerintem a föld kering a nap körül, noha úgy látszik, hogy a nap teszi meg ugyanezt a föld körül. Ez a megállapítás tudományosan nem pontos. A Korán tele van tudományos tévedésekkel, nem szent könyv. Allah megparancsolja, hogy aki elhagyja az iszlám egyházat, vagy másokat erre buzdít, azt fogják el és öljék meg. Több mint 100 parancsolat van a Koránban, ami olyanok megölésére szólít fel, akik nem akarnak Allahhoz megtérni. Aki nem akar megtérni, annak halnia kell. Bush meg a többiek el akarják vinni a demokráciát Irakba. Irak problémája nem más, mint a saját vallása. Minden másnap azt tanítják nekik, hogy meg kell ölni mindenkit, aki nem akar megtérni. Valószínűleg több millió muzulmán van, akinek ez nem tetszik, és nem is akarják megtenni, de ha valaki jó muzulmán akar lenni, annak
meg kell ölnie azokat, akik nem akarnak megtérni Allahhoz. Ez a törvény. Az iszlámban az Isten szólítja fel az embert arra, hogy az ember halljon meg Allahért, a Bibliában viszont az áll, hogy az Isten a saját fiát küldte el, hogy meghalljon az emberért. Tehát pont az ellenkezője, Jeruzsálem és az iszlám történelme elképesztő. Minden Ábrahám két fiával kezdődött. Ha Ábrahám nem megy Egyiptomba, nem veszel egy egyiptomi lányt, és ha nem születik meg az a csecsemő, Izmael, most nem lenne semmi gond, mivel minden arab őse Izmael. A benzin is csak Ábrahám és Hágár miatt kerül ilyen sokba. Bárha a zsidóké lenne az egész, még ennél is többe kerülne, mert ők is szeretik a pénzt. A rómaiak és a bizanciak lerombolták Jeruzsálem városát. Chuck Missler rengeteget tud Jeruzsálemről, meg a problémákról, amit az iszlám okozott az évek során. A Biblia írja, íme én részegítő pohárrá teszem Jeruzsálemet a körülötte levő népek számára. Az egyik könyv, amit megvásárolhatnak tőlünk, és nem térek ki minden egyes vallásra, de az iszlám egyre erősebbé válik, ezért tanulmányozni kell. Ez a kis könyvecske a Kicsoda Allah. A 27. oldalon ez áll, nem jön el az utolsó óra, amíg a muzulmánok nem küzdenek meg a zsidókkal, és nem ölik meg őket. Ez a tervük. Az iszlám hívő legnagyobb öröme, ha ölhet és meghalhat Allahért. Miután több tízezer nem muzulmánt mészároltak le Iránban, a Khomeini ajatollah a következőt mondta. Perzsiában eddig nem haltak meg emberek, csak vadállatok. Úgy gondolta, mivel nem muzulmánok, nem is igazi emberek. Bakhari azt írja a 4. fejezetben, hogy Allah teremtette Ádámot méghozzá 60 könyök magasra. Ez 27 méter. Elhiszik, hogy Ádám tényleg 27 méter magas volt? A 3. súra 105. versében olvassuk, hogy a nagy utolsó megváltáskor csak fehér arcok menekülnek meg, a fekete arcok elkárhoznak. Más szóval fehérnek kell lenni ahhoz, hogy valaki a mennybe juthasson, a muzulmán mennybe. A 4. surában ez áll. Férfiak, vegyetek feleségül annyi nőt, amennyit csak akartok, 1-et, 2-t, 3-at vagy 4-et. Az iszlám szerint a férfiaknak 4 feleségük lehet. Ezért 3 nőt vesznek feleségül, a 4. viszont már csak amolyan laza házasság lesz. Elvesznek valakit 15 percre, aztán elválnak. Így annyi ágyasuk lehet, amennyit csak akarnak. Az ilyesmit nem tiltja a törvény. Ilyen az ő törvényük, ők ezt megtehetik. Az első kötetben ezt olvassuk. Abu ezt mondta, amikor felkeltek és megmosakodtok, 3-szor tisztítsátok ki az orrotokat, mert az ördög az éjszakát az orr belsejében tölti. A jó muzulmánok reggel fölkelnek, vizet szívnak az orrukba és 3-szor kifújják. Ez fájdalmas lehet. Miért is csinálják? Hát, mert az ördög az orrukban lakik. Az alvás közben az ördög bemászik az orrukba, ezt tanítják. Bakhari 4. kötet. A sátán az orr felső részében lakozik egész éjjel. Szerintem ott valami egészen más lakozik, de azt se várt kifújni. Abu ezt mondta, Allah apostola mondja, imádság közben senki ne emelje szemét az égre, mert annak a szeme elragadtatik. Ha imádkoznak és felnéznek az égre, kikapják a szemüket a szemüregből. Így folytatja. A nem muzulmánoknak 7 belük van, a muzulmánoknak csak 1. A muzulmánok és a nem muzulmánok biológiailag is különböznének? A nem muzulmánoknak 7 belük lenne? Ádám, te tanultál anatómiát. Tényleg 7 belünk van? A boncoláskor nem ez szokott kiderülni, igaz? Don Boyce, egy barátom Tennessee államban írt egy könyvet, a címe Iszlám, Amerika trójai falova. A honlapja is elképesztő, ott bővebben olvashatnak az iszlámról. Sok kritikát kapott a könyv miatt. Mi a helyzet a mormonokkal? A mormonok keresztjének? Joseph Smith ezt mondta, nem látok hibát az egyházban, és ezért hagy támadhassak fel én is a szentekkel, akár a mennybe megyek, akár a pokolba, vagy bármely más helyre. Ha pokolra jutunk, akkor kiűzzük onnan az ördögöket, és mennyet készítünk belőle. Ahol a mi népünk van, ott a jó társaság. Mit törődünk azzal, hogy hol vagyunk, ha jó társaságban vagyunk? Mellesleg Joseph Smith nem tudta, hogy a mennybe jut-e vagy a pokolra. Isten azért teremtette Áront, hogy Izrael gyermekeinek a szószólója legyen. Ő pedig a ti istenetekké fog tenni engem, és ha nektek ez nem tetszik, akkor is le kell nyelnetek. Ezt mondta Joseph Smith. Joseph Smith azt is mondta, hogy a Holdon emberek élnek, akik úgy öltözködnek, mint a kvékerek, és majdnem 1000 évig élnek. Hát jártunk már párszor a Holdon, vannak oda fedt kvékerek?
Ez tudományosan nem alátámasztható. Joseph Smith téved. A hivatalos mormon doktrina azt tanítja, hogy egy nap Isten lesz belőlünk. A mormonok azt tanítják, hogy mi olyanok vagyunk, amilyen valaha Isten volt. Isten régen ember volt, és olyanokká leszünk, amilyen most Isten. Azt hiszik, Ádámból is Isten lett. Amikor úgy imádkoznak, hogy mi atyánk, ők Ádámra gondolnak. Van pár jó könyvünk a mormon vallásról, a Mormon Egyház titkos története például. Ebben elolvashatják, hogyan ölték meg azokat, akik megpróbáltak kilépni a mormon egyházból. Mert aki a mormon vallás ellen beszélt, vagy megpróbálta elhagyni az egyházat, főleg a régi időkben, azt megölték. Ott találták valami pusztak közepén holtat. A mormon, mert ezt érzik helyesnek, szintén nagyon jó. Jóformán csak kérdések vannak benne, amit mormonoknak kell föltenni. Itt van még egy Thomas Heinz-től Válaszok mormon barátaimnak. Ott egy másik jó könyv, a Mormonok, a Mama és én. Ez egy kicsit finomabban közelíti meg a témát, olyan nagymamás stílusban íródott, hé, angyalom, te tényleg elhiszed ezt? Ez amolyan finom módja annak, hogyan beszélgessünk a mormonokkal. A legtöbbet a mormonokról Joe és Sandra Tanner tudja, akik Utah államban élnek. A honlapjukon mindent megtalálnak, amit tudni lehet a mormonokról. A mormonok egyébként elképesztő dolgokban hisznek. A mormon könyve Joseph Smith hamisítványa. Egy baptista valamiért megharagudott az egyházára, írt egy regényt és elvitte a nyomdába, hogy kinyomtassa. Joseph nyilván szerzett belőle magának egy példányt. Megvan azoknak a lapoknak a másolata, amelyeket Smith a nyomdába vitt. A mormonok szerint ez a föld legtökéletesebb könyve. Joseph Smith azt állította, hogy sorsvető kövek segítségével fordította le az aranylemezeket, amiket Moronitól, az angyaltól kapott. Egy függöny mögött fordította a szöveget, és diktálta a szöveget a barátjának, Hiramnak, aki mindent leírt. Hiram soha nem látta az aranylemezeket, senki más nem látta, csak Joseph. De csak beszélt azokról az aranylemezekről, mert azok soha nem léteztek. Smith szerint a lemezeken ősi egyiptomi hieroglifák voltak, de a valóságban csak abból a könyvből olvasott fel, amit a nyomdásztól lopott el. Amikor végzett a diktálással, elvitték a könyvet a nyomdászhoz, és közölték vele, hogy ez a legtökéletesebb könyv, amit valaha írtak egyenesen Istentől. Érdekes módon több ezer hiba és javítás van benne. Ismét csak azt tudom mondani, hogy én nem vagyok mormon ellenes, én a tévedések ellen harcolok, ez a tanítás pedig tévtan. Rengeteg anyagunk van a mormonokról, akit érdekel, elolvashatja. Lucky Max Smith azt írja, Joseph az erdőn keresztül rohant, ahogy csak bírt, 3 mérföldön át, a hóna alatt aranylemezekkel. 3 férfi ugrott elé, ő pedig leütötte mind a 3-at. Szóval Smith rohan az aranylemezekkel a hóna alatt, 3-an megtámadják, ő pedig egy kézzel leüti a 3 embert, és fut tovább a ház felé. Itt egy fotó arról, hogy hogyan kellett volna kinézniük az aranylemezeknek, amikről Joseph Smith beszélt. Na most, ezek ólomból vannak, az arany pedig sokkal nehezebb az ólomnál. Az aranylemezeknek a Joseph Smith által megadott méretük alapján 105 kilót kellett volna nyomniuk. Pavló, te sokat súlyzózol. Tudsz futni 105 kilóval a hónod alatt? Nem. Van egy verseny New Yorkban minden évben, ami nagy, izmos fickók versenyeznek, hogy ki tud 3 mérföldet futni ezekkel a lemezekkel. Nagy díjat kapna, aki képes lenne megtenni a 3 mérföldet. Eddig 22,5 méter a rekord. És az a fickó sem futott, csak gyalogolt a 105 kilóval. Én nem veszem be Joseph Smith történetét, szerintem hazudott. Kérdés, miért akar Joseph Smith belépni a metodista egyházba 1828-ban, ha 1820-ban az úr azt mondta neki, hogy minden egyház tévedés utálatos a számára. A könyv Mormonok, mert ezt érzik helyesnek, többnyire kérdésekből áll. Íme. Van pár dolog, amiben nem értek egyet az írókkal. Nem mindent hiszek el nekik, de a könyv elég jó. Például megkérdezik, hogy miért áll az egyik könyvetekben az, hogy egynél több feleségetek kell, hogy legyen, ha üdvözülni akartok, a másik könyvetekben pedig az, ha egynél több feleségetek van, elkárhoztok. Melyik a helyes?
A mormon vallás tele van nyilvánvaló ellentmondásokkal, de mondom, hogy én nem vagyok mormon ellenes, az igazságot szeretem, a tévedéseket nem. A mormon könyvének tanúit miért nem vitték el Joseph Smith házába, és miért nem mutatták meg nekik az aranylemezeket? Miért csak egy erdőbe vitte őket, ahol látomásban láthatták a lemezeket? Senki sem látta azokat az aranylemezeket. A mormon könyvében az áll, hogy a nefiták és a lamaniták utolsó összecsapására a Kumora hegyen kerül sor New York államban. Hát ott nem találtak semmit, pedig állítólag több millió ember halt meg. Van pár remek DVD, például a Biblia és a mormon könyve, vagy a DNS és a mormon könyve. Láttad már ezeket, Jonathan? Remek DVD. A mormon könyve szerint az Úr három népcsoportot vezetett Amerikába, a közel-keletről, a jareditákat, a nefitákat és a mulekitákat. De ezt régészeti leletekkel nem tudják alátámasztani. Aki tanulmányozni akarja a mormon vallást, annak ajánlom azt a két DVD-t, amit a mormon könyvével kapcsolatos súlyos problémákat taglalja. Több millió, azt hiszem 10 millió követője van a mormon vallásnak. Vannak közöttük jó, őszinte, intelligens emberek, akiket csak egyszerűen rászedtek, becsaptak, és akiknek hazudtak. Miért mondta Joseph Smith a követőinek, hogy ne igyanak bort vagy más tömény italt, aztán miért próbált meg a Manson House-ban bárt építeni magának, amire a felesége Emma közölte vele, hogy vagy az a bár megy a házból, vagy én. Miért csinált ilyet? Bruce McConney ezt mondta, ezek a nevek azt mutatják, hogy a mi Urunk az Atya egyetlen húsvér fia. Krisztust egy halhatatlan Atya nemzette ugyanúgy, ahogy a halandók nemzik halandó gyermekeiket. Ez igaz? Krisztus fizikai értelemben véve lett volna Isten fia? Ez eretnekség. Krisztus születése éppen olyan volt, mint bármilyen más gyereké, aki halandó apától született. A mormonok ezt tanítják. Jól jegyezzék meg, és soha ne feledjék, hogy Jézus Krisztus nem a Szentlélektől fogantatott. Ez áll a Journal of Discourses-ban. A mormonok nem keresztjének. A mormon vallás egy szekta, a szó minden értelmében. A tanításaik telis-teli vannak hibákkal. Mi a helyzet a Jehova tanúival? Róluk két napig tudnék beszélni, de inkább olvassák el a Válaszok a Jehova tanúi közé járó barátaimnak című könyvet. Mások is foglalkoznak ezzel a vallással. Akit érdekel, látogasson el a képernyőn látható honlapra. Isten ezeknek az embereknek a szívére helyezte, hogy tegyenek tanúságot a Jehova tanúi előtt. A Jehova tanúi nagyon őszinte és nagyon csúnyán becsapott emberek. A bolygó egyik legörültebb vallása egész biztosan a Jehova tanúi. Amikor előadást tartok, mindig van valaki, aki azzal jön, hogy a Bibliában ellentmondások vannak. Vadonatúj keresztényként 16 évesen még egyszer elmentem egy metodista csendes hétre. Akkor kezdtem el járni a baptistákhoz, ahol megtértem. Azon a csendes héten a srác, aki vigyázott ránk, leült mellénk az ágyra, és megkérdezte, hogy hívnak minket, hány évesek vagyunk, meg ilyesmi. Mi válaszoltunk neki, erre azt mondta, nos, az én nevem George, az Illinois Egyetemen tanulok, és szeretném, ha tudnátok, hogy humanista vagyok. Én nem tudtam, hogy mi a humanista, úgyhogy megkérdeztem tőle. Akkor te az emberekben hiszel, mire ő? Hát hiszek az emberekben, de nem ezt jelenti. Mire én? Akkor a Bibliában hiszel? Mire ő? Nos, a Biblia jó könyv, de tele van hibákkal. A baptista lelkészebb nekem azt mondta, ha valaki azt mondja neked, hogy a Biblia tele van hibákkal, add neki oda a Bibliádat, és kérd meg, hogy mutasson egyet. Úgyhogy odaadtam neki a Bibliámat, és azt mondtam, akkor mutass egyet. Erre ő ezt mutatta nekem. 1 Mózes 1. A Biblia értelemszerűen leírja az első fejezetben, hogy a Föld a harmadik napon füveket növesztett, ami magvakat hoz meg gyümölcsfák. Azt kérdezte a srác. Kent, mikor teremtette Isten a fákat? Mire én? A harmadik napon. Mire ő? Jó. 20. vers. 5. nap. Pesdüljenek a vizek élőlények nyüzsgésétől, és rendessenek a madarak a föld felett. Kent, mikor teremtette az Isten a madarakat? Az 5. napon. És miből teremtette őket? Hát, úgy tűnik a vízből. Úgy van. Ádámot a földporából teremtette, Évát Ádám oldalbordájából, a madarakat pedig a vízből. 24. vers. Hozzon létre a Föld különféle fajta élőlényeket. Na akkor Kent, miből teremtette Isten az élőlényeket? A Földből, a madarakat a vízből, az állatokat a porból, aztán megteremtette az embert. Mire ő? Ez van az első fejezetben. Most nézd a másodikat.
Aztán megformálta az Úristen az embert a földporából. Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, és sarjasztott az Úristen a termőföldből mindenféle fát. Mire jöjjön, na várjunk csak, azt hittem, a fákat a harmadik napon teremtette Isten az embert, meg a hatodikon. Itt meg az áll, hogy először teremtette az embert, aztán a fákat. Most akkor melyik a helyes? Előfordult már önökkel, hogy valakivel vitatkoztak, és tudták, hogy alul fognak maradni? A nős emberek tudják, miről beszélek. Én ezt éreztem vele. Ezt a vitát el fogom veszíteni. 18. vers, azután azt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül, alkotok hozzáillő segítőtársat, formál tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat. Na itt az ember után jönnek az állatok, a madarak is, ráadásul a földből, nem a vízből, azt mondta a srác. Kent a Biblia jó könyv, csak tele van ellentmondásokkal. Már az első két fejezet is tele van ellentmondásokkal. Az első fejezet szerint Isten a harmadik napon teremtette a növényeket, a második szerint a hatodikon. Az első fejezetben a vízből teremti a madarakat Isten, a másodikban a földből. Az első fejezetben az állatokat az ember előtt teremti Isten, a másodikban az ember után. Azt mondta, a Biblia jó könyv, de nem Isten igéje. Akkor még csak pár hónapja tértem meg, és teljesen összetört a hitem. Ez szinte minden frissen megtért kereszténynél megtörténik. A sátán küld valakit, hogy lerombolja a hitét. Hát én is így jártam. Szörnyen éreztem magam egész héten, de ma már tudnék válaszolni a srác kérdésére. A következő történt. A harmadik napon Isten megteremtette a növényeket. Az ötödik napon megteremtette a madarakat a vízből, a hatodik napon megteremtette az állatokat, aztán az embert. Aztán megteremtette az édenkertet, és belehelyezte az embert. A második fejezet csak arról szól, ami a kertben történt. Nem az egész világról szól. Isten teremtett még fákat ebbe a gyönyörű kertbe, eledelre jót és szemre kívánatosat. A világ többi részén már volt fa bőven. És teremtett az Isten még minden egyes állatból, hogy Ádám nevet adhasson nekik, és társat választhasson magának. Ott áll tehát Ádám, és egymás után jönnek ki az állatok a földből. A világ többi részén már van állat bőven. Itt most Isten azért teremt még állatokat, hogy Ádám láthassa a teremtést. Szóval jön egy zsiráf, mire Ádám. Zsiráf, kösz, nem. Rinocérosz, kösz, nem. Elefánt, kösz, nem. Hörcsög, kösz, nem. Ádám nem talál az állatok között társat. Ekkor mondja az Úr, aludj egyet, Ádám, amikor fölébredsz, egy meglepetés fog rád várni. És amíg aludt, Isten megteremtette a bordájából a világ első hangszóróját, illetve nőjét. Tehát itt a kertben történteket írta le a Biblia. Érdekes megnézni az itt történteket. Ádám látta, hogy Isten megteremtette a dolgokat, Éva nem látta. Ha Isten utolsónak teremtette volna meg Ádámot, akkor a sátán azt hazudhatta volna Ádámnak, hogy ő teremtette a kertet. Akkor Ádám élete végéig kételkedhetett volna. Vajon ki teremtette ezt az egészet? Nem tudom. Bízok benned, Isten, de nem tudom. Soha sem tudhatta volna meg. Tény, hogy Éva nem látta, hogy Isten bármit is teremtett volna. És kinél próbálkozott a sátán? Évánál, a gyöngébbik nemnél. Ennyi történt. Nincs ellentmondás a két fejezet között. Pál Timóteushoz írott első levelében olvassuk, mert Ádám teremtetett először, Éva csak ezután, és nem Ádámot vezette tévútra a kísértő, hanem az asszony. Ádám nagyon jól tudta, mit csinál. Amikor Éva odament hozzá, és odaadta neki azt a gyümölcsöt, azt mondta Ádám, babám, ezt jól eltoltad. A gyümölcsre nézett, és tudta, ha nem leszek érte bűnné, Isten meg fogja őt ölni. Szerintem Ádám pontosan tudta, mit tesz. Elvette a gyümölcsöt, megette, és azt mondta, Isten, akármit teszel vele, tedd velem is ugyanazt. Szerintem ezt tette, ahogy Jézus Krisztus is bűnné lett értünk, hogy megmenthessen minket. Ennek van értelme. Friss keresztényként olvastam a Krónikák második könyvét, ahol az áll, hogy Salamon készítetett egy öntött tengert, egyik pereme a másik peremétől 10 könyöknyire volt, kör alakú és 5 könyök magas volt, és 30 könyök hosszú zsinó érte körül. Letettem a Bibliámat, és azt mondtam, Uram, ez nem stimmel. Ha 10 könyök az átmérője, akkor a kerülete nem lehet 30 könyök. Matematikából azt tanultuk, hogy a kör kerülete egyenlő a kör átmérője szorozva pi-vel, 3,14159265, nem 30 könyök a területe, hanem 31,4159.
Akkor miért van 30 könyök a Bibliában? Arra gondoltam, ha hiba van a Bibliában, akkor én nem kérek a kereszténységből. Újra meg újra elolvastam ezt a szakaszt, az 5. versben az áll, hogy a vastagsága egy tenyérnyi volt, a pereme pedig olyan, mint a serleg pereme. Két elmélet van arra, hogy hogyan lehet feloldani ezt az állítólagos ellentmondást. Az egyik elmélet szerint a 10 könyökből ki kell vonni a vastagságot, ami két tenyérnyi. A belső átmérővel számolva, beszorozva a pi-vel, kijön a 30 könyök. Kiszámolhatják. A másik elmélet szerint a Biblia azt írja, hogy a pereme olyan volt, mint egy serlegé. Az akkori poharak pereme kifelé hajlott, ezért a kerülete 30 könyök volt, az átmérője pedig 10 könyök, beleszámítva a kifelé hajló peremet is. Mindkét elmélet megoldja a problémát, itt sincs tehát ellentmondás. A királyok első könyvében ez áll az öntött tengerről. 2000 bat víz volt benne. A kronikák második könyve viszont 3000 batról beszél. Akkor most 2000 vagy 3000 bat? Mellesleg a 3000 bat az 90.000 liternek, egy kisebb medencének felel meg. A családi háza kertjében ilyen szokott lenni, egy 90.000 literes medence. Azért az jó sok víz vagy olaj vagy akármi, amit beletehettek. Szóval a kronikák második könyve 3000 batról beszél, míg a királyok első könyve 2000-ről. Ez ellentmondás lenne? Nem, mert nincs tele. Csak kétharmad részig töltötték meg. Elfért benne 3000 bat is, de csak 2000-re töltöttek bele. Hány lova volt Salamonnak? Ezt mindig megkérdezik az ateisták. A királyok első könyvében ez áll. Salamonnak volt 40.000 harci kocsihoz való lova az istálóiban, és volt 12.000 lovasa. A krónikák második könyvében ez áll. Salamonnak voltak istálói 4.000 ló és harci kocsi számára, és volt 12.000 lovasa. Akkor most 40.000 vagy 4.000? Henry Morris szerkesztő a hitvédelmezőjének Bibliáját. Én szeretem Henry Morris-t és a fiát is, jó barátok vagyunk, remek munkát végeznek, de a hitvédelmezőjének Bibliájában van egy lábjegyzet, ami szerint itt másolási hibáról van szó. Ez a szám a krónikák második könyvében 4000-ként szerepel, ezt az ellentmondást feltehetően másolási hiba okozta. Amikor ezt megláttam, megírtam Henry Morrisnak, hogy nagyon szeretem, sokat adok el a Bibliájából, de ezután bele fogok tenni egy cédulát, amin azt fog állni, hogy több lábjegyzetet hibás. És pontosan ezt is tettem. Minden általunk eladott hitvédelmezője Bibliájában van egy cédula, amin ezzel nagyon szeretjük Henry Morris, sok jó lábjegyzete van, de itt tévedett. Nincs itt semmiféle másolási hiba, mindkét igerész rendben van, olvassák el figyelmesen. Salamonnak volt 40.000 harci kocsihoz való lova az istálóiban. Ebből mi derül ki? Az, hogy hány lova volt a harci kocsikhoz. A krónikák második könyvében azt írja, Salamonnak voltak istálói 4000 ló és harci kocsi számára. Azért ez nem ugyanaz. Voltak istálói, amikben lovakat és harci kocsikat tartott, és voltak más istálói, amikben csak a harci kocsikhoz való lovakat tartotta. Nos, ha volt 40.000 harci kocsihoz való lova és volt 4000 harci kocsija, az azt jelenti, hogy minden harci kocsira jutott 10 ló. Nincs itt ellentmondás, a King James-ben jól írták 10 ló harci kocsinként. Sohasem csak egy lovat tartottak harci kocsinként, mert akkor elég lett volna egy nyílvessző és oda a tank. Az új nemzetközi verzióban rosszul fordították, az új amerikai verzióban jól, az új javított fordításban szintén rosszul. Hány embert ölt meg Dávid? 700 vagy 7000? De megfutamodtak az arámok Izrael előtt, és megölt Dávid az arámok közül 700 harci kocsin küzdő embert. A krónikák első könyve. De megfutamodtak az arámok Izrael előtt, és Dávid megölt az arámok közül 7000 harci kocsin küzdő embert. Most akkor 700 vagy 7000? Henry Morris szerint itt is másolási hiba történt. Nem, Henry, itt sincs másolási hiba, mindkét mondat rendben van. Nézzük csak! Ha Dávid 700 harci kocsin közdőt ölt meg, és 7000 harcost, akkor mit jelent ez? 10 ember harci kocsinként. 10 ember és 10 ló jutott egy harci kocsira. Mert a harci kocsi nem fáradt el, az emberek és a lovak viszont igen. Ezért voltak harci kocsi tímek. Ha valaki mondjuk megsebesült, visszahozta a kocsit, és lecserélték. Az új nemzetközi verzió rosszul írja, hogy megölt 700 harci kocsist, és megölt 7000 harci kocsist.
Ez így valóban ellentmondás. A legtöbb új Biblia fordításban komoly ellentmondások vannak. A King James-ben nem tudok ellentmondásról. Az 1 Mózes 10-ben olvassuk, ezek Sém fiai nemzetség és nyelvük szerint, vagyis a 10. fejezet különböző nyelvekről beszél. A 11. fejezetben viszont az áll, hogy az egész földnek egy nyelve van. Farrell Till, egy ateista magazin szerkesztője azt mondta, hogy a Bibliában van ellentmondás, a 10. fejezet szerint különböző nyelvek voltak a Földön, a 11. szerint csak egy. Látja, a Biblia téved. Farrell, a 10. fejezet összefoglalás, mint az újság cikkek címe. Képzelje el, hogy elolvassa egy cikk címét, buszkarambol 10 áldozat. Aztán elkezdi olvasni a cikket, a busz a 12-es úton haladt. Mi az, hogy haladt? Hát nem egy karambolos buszról volt szó? A cím csak összefoglalja a sztorit, a cikkben leírják az egész történetet. A 10. fejezet is csak összefoglalja azt, ami a 11. fejezetben történik. Ez sem ellentmondás. Még egy állítólagos ellentmondás. Hányan haltak meg a járványban? A 4 Mózes 25-ben olvassuk, 24 ezer halottja lett a csapásnak. A korintusiakhoz írt első levélben az áll, hogy elestek egy napon 23 ezeren. Akkor most menjen, 24 ezeren vagy 23 ezeren? Aki figyelmesen olvas, az rájön, hogy itt sincs ellentmondás. Hányan haltak meg a járványban? 24 ezeren. Hányan haltak meg egy nap alatt? 23 ezeren. Ezren meghaltak másnap ugyanabban a járványban. Ez minden. A videó sorozatunkban jó néhány állítólagos bibliai ellentmondást veszünk át. Ha önök közül valaki úgy vél, hogy ellentmondást talált, az telefonáljon be rádió műsorunkba. Rengeteg időnk van, akár másfél órán keresztül is foglalkozhatunk állítólagos bibliai ellentmondásokkal, vagy teremtéstudománnyal, illetve evolúcióval. Egy újabb ellentmondás, amiről gyakran kérdeznek. A King James fordításban nem tévesen szerepel a húsvét szó? A Biblia összes többi verziójában, és itt van az asztalon egy szép kis kollekció, a páska ünnepszó szerepel az apostolok cselekedetei 12:4-ben. A King James-ben a húsvét szót találjuk. Szerintem nézzük meg ezt az igerészt. Abban az időben Heródes király kegyetlenkedni kezdett a gyülekezet tagjaival. Jakabot, János testvérét kivégeztette, amikor látta, hogy ez tetszik a zsidóknak, elfogadta Pétert is. Ekkor a kovásztalan kenyerek napjai voltak. Pétert börtönbe vetette és őriztette, mert húsvét után akarta a nép elé vezettetni. Minden más verzióban itt a páskönnep után áll. Menjünk egy kicsit vissza, tanulmányozzuk kicsit az eredeti páskönnepet. 2 Mózes 12, ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak, ez a hónap április lesz az első hónapotok. Ennek a hónapnak a 10-én vegyen magának mindenki egy bárány, családonként és házanként egy bárány. Április 10-én vettek egy bárányt, 4 napig maguknál tartották, 14-én levágták, és még aznap este megették. Ez volt a páskaünnep, amikor éppen az Egyiptomból való kivonulásra készültek, aztán a vért fel kellett kenni az ajtófélfákon. Szóval április 14-én a bárányt megölték, az ajtófélfákat vérrel bekenték, a bárányt megették. A 11. versből tudjuk, hogy ez az Úr páskája. Ma is vannak zsidók, akik ezt minden évben végigcsinálják, megtartják a páskaünnepet. Édesanyám is végigcsináltatta a családdal pár szó, gyerekként rettentően szerettük. 14. vers. Tartsátok emlékezetben ezt a napot, 7 napig kovásztalan kenyeret egyetek. Tehát a 10. napon kiválasztották a bárányt, 4 napig vigyáztak rá, nehogy beszennyeződjön. A 14. napon megölték. Aznap éjjel a halál angyala átvonult Izrael gyermekeinek a háza felett, ha az ajtófélfán vért talált. Aznap este meg kellett enniük a bárányt, mert aztán 7 napon át menekülniük kellett a fáraó elől, ezért nem ehettek más, csak kovásztalan kenyeret. Feltekerték a kovásztalan kenyereket, elindultak a pusztába, és 7 napig ezt tették. Ez volt a 7 napig tartó kovásztalan kenyér ünnepe, amiről a mai napig emlékeznek. A 17. versben ezt olvasok, tartsátok meg a kovásztalan kenyér ünnepét. 18. vers, az első hónap 14. napjának estéjétől kezdve egyetek kovásztalan kenyeret a hónap 24. napjának estéjéig. A 14-től 24-éig kovásztalan kenyeret kellett enni. 4 Mózes 28, az első nap 14. napján kezdődik az Úr páskája, és ennek a hónapnak a 15. napján van az ünnep.
Íme tehát a sorrend, a Páska mindig április 14-én volt. Aztán 7 napig kovásztalan kenyeret ettek, mindig ez követte a Páskát. Volt akkoriban egy pogány ünnep, Istár ünnepe, amiből az angol Easter, vagyis a húsvét szó származik. Ez egy pogány ünnep volt, amit mindig április vége fele a telihold utáni x-edik napon tartották. Úgy számolták ki a napját, ahogy mi is tesszük. A pogány húsvétkor a föld megújulását ünnepelték. Tudják, a növények megint kizöldülnek, kihajtanak a húsvéti liliomok és a többi. Ezért kapcsolódott annyi a megújulásra utaló szimbólum a húsvét ünnepéhez. A húsvéti nyuszi, a Playboy nyuszi és hasonló más termékenységi szimbólumok, húsvéti nyulak, hímes tojások, ez nyilvánvalóan egy pogány ünnep. De érdemes emiatt megverni valakit? Nem. Krisztus feltámadt a halottak közül, ez a lényeg. Egyesek túlzásokba esnek, és semmilyen ünnepet nem tartanak meg a pogány vonatkozások miatt. Szerintem ez nem helyes. De tény, hogy a karácsony és a húsvét pogány ünnep, a dátumuk legalábbis mindenképpen. Tehát ott tartottunk, hogy a Szentírásban sehol sem nevezik Páskának a kovásztalan kenyér ünnepét. Pétert a kovásztalan kenyér ünnepe alatt tartóztatták le, amikor a Páska ünnepnek már vége volt. Vége kellett, hogy legyen. Heródes a saját pogány húsvétja idején akarta megölni Pétert, ami pár nap múlva volt. A King James az egyetlen fordítás, amiben ez helyesen szerepel. Apostolok cselekedetei 12:3. Akkor éppen a kovásztalan kenyerek napjai voltak. Péter átadta a katonai őrségnek, hogy őrizzék, mert húsvét után akarta a nép elé vezetni. Csak a King James írja helyesen. A Páska szót egyébként William Tyndale találta ki, de nem használta, amikor az apostolok cselekedetei 12. fejezetét fordította. Hogyan halt meg Saul király? Az erednekek szerint itt is ellentmondás van a Bibliában, Sámuel első könyve 31. fejezetében az áll, hogy Saul fogott egy kardot és beledőlt. Megkérdezte a fegyverhordozótól, hé, megölnél? Megsebesültem. Mire a fickó? Nem, félek. Erre Saul megölte magát. De Sámuel második könyvében az áll, hogy egy fickó Dávid király táborában azt mondja, hogy itt van Saul fejdésze, meg a karkötője, megöltem. Ez az ember tudta, hogy Dávid és Saul ellenségek voltak, azt mondta, mellé álltam és megöltem, mert tudtam, hogy úgysem fogja túlélni bukását. Nos, akkor most öngyilkos lett, vagy ez a fickó ölte meg? Itt sincs ellentmondás. Saul öngyilkos lett, ez a fickó pedig hazudik. Azt remél, hogy valami jutalmat kap. Hé, Dávid, megöltem Sault, kérem a jutalmamat. Erre Dávid azt mondja, az lesz a jutalmat, fiam, lecsapatom a fejed. A Bibliában levő állítólagos ellentmondásokról a végtelenségig lehetne beszélni, de én már csak párat fogok megemlíteni. Van egy könyv, címe, Hibák a King James fordításban. Peter S. Ruckman írta. Régen problémás textusok volt a címe. A két könyv ugyanaz, csak más lett a borítója. Ebben a könyvben 500 állítólagos bibliai ellentmondásról esik szó. A honlapunkon a letöltés részben körülbelül 90 oldalon foglalkozunk ezekkel. Itt van egy, amivel az ateisták folyamatosan próbálkoznak. Jónás bálna nyelte le, vagy egy hal? Ha elolvassák az első fejezetet, ott az áll, hogy 3 nap és 3 éjjel volt Jónás a hal gyomrában. Másik fejezet, első vers, hal gyomrában. De ha elolvassák a Máté 12-t, ott azt áll, hogy Jónás 3 napot és 3 éjszakát töltött a bálna gyomrában. Erre mondják az ateisták, a Biblia téved, a bálna nem hal, a bálna emlős, ha-ha-ha. Nos, a 21. századi biológiai rendszerezés szerint a bálna tényleg nem hal, a bibliai rendszerezés szerint viszont az. Ha vízben úszik, akkor hal. A delfin is hal a bibliai rendszerezés szerint. Carolus Linnaeus alig 200 éves rendszerét nem erőltethetjük rá a Bibliára, hogy azt mondhassuk, a Biblia téved. A bálna és a hal a bibliai rendszer szerint ugyanaz. Nagyjából 500 olyan rész van a Bibliában, amire az emberek azt mondják, hogy hibák. Mind benne vannak Ruckman könyvében. Egy kicsit nyers a stílusa, de igaza van, a logikája pedig kiváló. Még egy példa, amit az ateisták nagyon szeretnek. 4 lábuk van-e a rovaroknak? Erre én azt mondom, hogy nem, de talán mégis. A 3 Mózes 11-ben olvassuk. Ezeket ehetitek meg közülük a vándorsáska fajtát, a kövi sáska fajtát, a szöcskeféléket és a marokkói sáska fajtát. Minden egyéb 4 lábú szárnyas rovar utálatos.
Erre ők azt mondják, a rovaroknak 6 lábuk van, ezt mindenki tudja. Vagy Mózes volt ostoba, vagy ellentmondás van a Bibliában. Nos, én biztos vagyok benne, hogy Mózes éppen elég rovart látott életében, és tudta, hogy 6 lábuk van. Akkor miért ír 4 lábról? Nos, a rovaroknak tényleg 6 lábuk van, legalábbis a mai gondolkodásmód szerint. Itt egy óriási szúnyogmodell, amit részcsőből készített nekünk valaki. Amint látják, 6 lába van, vagy mégse. A pókoknak 8 lábuk van. Jó lesz odafigyelni arra, hogy hogyan definiáljuk a lábat. Aki figyelmesen olvassa a Bibliát, az észreveszi, hogy a példabeszédek könyvében a 30. fejezetben ez áll. Kezével fog a pók. Lehetséges, hogy a lábai közül 4-et, ami hátrafelé mutat, régen lábnak tekintettek, a másik 4-et pedig, ami előre mutatott, kéznek tartottak? Pusztán azért, mert mi lábnak nevezünk mindent, még nem jelenti azt, hogy a pók is annak tartja. Ha a pók csinálni akar valamit, például mozgatni akar valamit, a kezeit fogja használni. Mi a helyzet a szúnyoggal? Akkor annak 6 lába van, vagy 4 lába és 2 keze? Pusztán azért, mert történetesen mind a 6-on járni szokott, még nem biztos, hogy mind a 6 láb. Én azt mondom, hogy a Bibliában nincsenek ellentmondások. Az emberek azt kérdezik, Dr. Hovind, miért a King James fordítást olvassa? Régies a nyelvezete, senki sem érti, nehéz olvasni. Én ezt mind értem. Amikor megtértem, anyám mindenféle Biblia fordítást megvett nekem, ami létezett. Ha megjelent egy új fordítás, már hozta is nekem. Rengeteg Bibliám volt. Amikor 16 éves voltam, nekem a Biblia jól elferdített változata volt meg. Ezt olvastam útban a jobboldali, radikális baptista templom felé menet. Az ige hirdető a karzatot verte, mondván a Biblia Isten igéje, én pedig jegyzeteltem a javított fordításomba. Pár hónappal később azt mondja nekem, Hovin testvér, már pár hónapja keresztjén vagy, ideje, hogy kapj egy Bibliát. Mire én, már van Bibliám. Erre ő, nem, neked egy igazi Biblia kell. Nagyon megsértődtem, volt nekem Bibliám, azt olvastam minden nap. Hovin testvér, a te fordításoddal nagy gondok vannak. Miért éppen a King James fordítást használom? 37 éve vagyok keresztjén, és azóta tanulmányozom ezt a témát. Miért? Nézzék csak meg a Zsoltárok könyve 12. fejezetét. Az Úr igéi tiszták, olyanok, mint a 7-szer tisztított ezüst, melyet földbe vájt formába öntöttek. Uram, te megtartod azokat, megoltalmazod ettől a nemzedéktől kezdve mindörökké. Mire utal vissza az azokat szó ebben az igerészben? Uram, te megtartod azokat. Miket tart meg az igéit? Azt mondja, megtartja az igéit. Igaz? Mi áll az új nemzetközi fordításban? Az Úr igéi tiszták, olyanok, mint a 7-szer tisztított ezüst, melyet földbe vált formába öntöttek. Uram, te megtartasz minket, és megoltalmazol ettől a néptől mindenkor. Ugyanarról lenne egy szó. Úgy értem, én éjszaka születtem, de nem múlt éjszaka. Úgy tűnik, itt valaki téved. Mit jelent ez a mondat? Megoltalmazol ettől a néptől. Milyen néptől? Komoly eltérések vannak a Biblia fordítások között. Van egy könyv, amit egy fickó küldött nekem, 6 hónapba telt, mire rájöttem, mit jelent a címe. Elolvastam a címet, és azt mondtam, mi van? A könyv címe a következő volt. Ami más, az nem ugyanaz. Arra gondoltam, ennyi már. Miért ad valaki ilyen címet egy könyvnek? Aztán arra gondoltam, na hát ezek a Biblia fordítások nagyon különböznek egymástól. Akkor nem lehetnek egyformák. Ha jól tudom, 151 angol fordítása létezik a Bibliának. A törvény szerint nem lehet szerzői joggal védeni egy fordítást, és nem lehet érte pénzt kérni, ha nincs legalább 10% különbség az eredeti és az új között. El lehet 151 különböző módon mondani a Biblia verseit? Egy idő után biztosan elkezdik majd rosszul mondani pusztán azért, hogy megkapják a szerzői jogot és a pénzüket. Minden rossznak gyökere a pénz szeretete. Gyorsan elmondok egy történetet. Közvetlenül Krisztus ideje után a tanítványok nekiláttak megírni könyveiket. Az emberek lemásolták az apostolok leveleit, meg az evangéliumokat, és osztogatták azokat. De az elkövetkező 1000 éven át rettenetes keresztény üldözés folyt. Ha elfogtak egy keresztényt, mágián elégették a Bibliájával együtt. De ők csak terjesztették az Úr igét és másoltak. A Bibliát úgy 10 hónap alatt lehet lemásolni tollal. Akkoriban madártollal írtak, amit állandóan tintába kellett mártani, és állandóan hegyezni kellett. Jó papírjuk sem volt, csak göröngyös pergamenjük vagy bőrük.
A nehézségek és az üldöztetés ellenére úgy 10 hónap alatt elkészült egy Biblia másolat. Szóval másoltak, másolgattak. Az 1500-as, 1600-as évekre alább hagyott az üldözés, az emberek pedig elkezdték gyűjteni a világ különböző pontjairól a Bibliákat, összehasonlították azokat és lefordították angolra. A másolatok némelyike még csak egymás közelében sem volt 1000 éven át. A Bibliát másolták franciák, afrikaiak és kínaiak. Persze egy könyvet nem lehet a végtelenség használni, mert tönkre megy. Nem is tudom, hány teljesen elnyűjt Bibliám van. Legalább 5. Az a könyv, amit nagyon gyakran használnak, nem lesz örök életű. Mondjuk azért egy számot, és tegyük fel, hogy nagyon vigyázzunk a tekercseinkre, és akkor talán 300 évet is kibír egy tekercs, és még azután is lehet használni minden nap. Szóval 300 év alatt az eredeti elkopik, tönkre megy, mehet a szemétre. Ki is dobják, mert valószínűleg van még 800 másik példányuk belőle, de legalábbis nagyon sok. És azokból a példányokból is készítenek másolatot. Úgy 1000 évvel később az eredetihez képest már a negyedik vagy az ötödik másolat generációnál járhattak, de probléma egy szál se, ha a másolás pontos. Van egy jó módszer, amivel ellenőrizni lehet, hogy pontos-e a másolás. Össze kell gyűjteni az összes ötödik generációs fordítást, és meg kell nézni, mennyire egyeznek. Pontosan ez történt az 1500-as, 1600-as években. Összegyűjtötték a tekercseket, 5000 bibliát, ami túlélte a keresztény üldözést. Mindenben stimmeltek, csak a helyes írásban nem. Az emberek nevei változtak meg, Péterből Pedro lett. Ekkor ezt mondták, Isten tényleg megőrizte az igéjét, ez az ő igéje szó szerint megőrizte. De évszázadokon át létezett egy szekta Egyiptomban, olyasmi, mint a Jehova tanúi, amúgy van itt egy Jehova tanúi a Bibliám is, alexandriaiaknak nevezték őket. Az alexandriaiak nem hittek Krisztus istenségében, nem hittek a test feltámadásában, sok keresztény dolgot nem hittek, mint ma a Jehova tanúi. Úgyhogy készítettek maguknak saját Bibliát, amivel megváltoztatták azt, ami nem tetszett nekik. Úgy 6000 dolgot változtattak meg. A szekta vezéralakja Origon volt, aki a második század végén, a harmadik század elején élt. Az alexandriai szekta tagjairól csak egyszer szól a Biblia, amikor Istvánnal vitatkoznak. Akinek fontos, hogy valakiről mit mondanak először, az itt is le tudja vonni a következtetést. És ezekről az emberekről csak rosszat olvasunk. Úgy tűnik, hogy minden, ami Alexandriából vagy Egyiptomból való, a Biblia szerint rossz. Szóval Origen volt a szekta vezetője. Ők is lemásolták a Bibliájukat, amiben ott voltak a változtatások. Ezek közül pár túlélte az idők viharait, Krisztus után 350-ben készültek másolatok, ezek közül 3 ma is létezik. Egyet a Vatikán könyvtárában találtak, ez a Vatikánus, a másikat Alexandriában, ez az Alexandrus, a harmadikat pedig a sínai félszigeten találták egy rendházban. Ez egy ősrégi rendház, egy hegylábánál, amire valami hercegnő azt mondta, hogy a sínai hegy. Egyébként nem az a sínai hegy, de mivel a hölgy hercegnő volt, és azt mondta, ez a sínai hegy, azt felelték neki, oké, fennség. De a sínai hegy nem a sínai félszigeten van, hanem Arábiában. Olvassák el Pál levelét a Galatákhoz, a 4. fejezetet. Egy látogató megpillantott egy régi tekercset a rendház egyik kukájában. Amikor rákérdezett, hogy mi az, azt felelték, hogy nem tudnak róla semmit. Csak hogy évek óta ott van. A látogató kivette, és kiderült, hogy a Biblia egyik másolata, már annak lehet nevezni, Krisztus után 350-ből. Ez a példánya Sinaiticus nevet kapta. Nos, a tekercsek szövege semmiben sem egyezik, és a Bibliának is ellentmond. A három szöveg teljesen különböző. A szerzetesek lefordították ezeket a tekercseket latinra, még évszázadokkal ezelőtt, és a latin vulgáta nevet adták neki. A vulgáta szó jelentése köznyelv. A latin vulgáta egy nagyon rossz könyv, nagyon jó fordítása. Aztán 1852-ben a katolikusok elkészítették a latin vulgáta angol fordítását, a Douay Rheims Bibliát. Ez is egy rossz könyv, nagyon jó fordítása lett. Aztán jött két fiszkó, Westcott és Hort.
Itt van a könyvük az asztalon, a Westcott és Hort vita. Ez egy apró kis könyvecske a témáról, amit $2 megvásárolhatnak tőlünk, ha érdekli önöket a téma. Westcott és Hort két görög tudós. Nem tudom, hogy keresztények voltak-e, de valószínűleg annak nevezték magukat, ahogyan ezt ma is sokan teszik. Szóval vették ezt a három módon kéziratot, beolvasztották a görög szövegbe, mondván, mivel ezek a tekercsek a régebbiek, nyilván ezek a jobbak. Azzal egyetértek, hogy régebbiek, de azzal nem, hogy jobbak is lennének. 1875-ben úgy sikerült eladniuk ezt az új egybeolvasztott görög szöveget a világnak, mint a legrégibb és legjobb kéziratot, amit már csak le kell fordítani. Igen, övék a legrégibb szöveg, ami fennmaradt. Ez igaz. Aztán elkezdték a Westcott és Horst verzió angol nyelvre való fordítását, és 1881-ben elkészült a javított fordítás, aztán a Jehova tanúi bibliája, az új világ fordítás 1950-ben. Ez egy rossz könyv, egészen jó fordítása. Aztán jött az új amerikai fordítás, az új nemzetközi fordítás, a jó hír biblia, a kibővített és az élő biblia. Mindegyikből van példányom. Azok, akik például az új amerikai fordítást kiadták, szerintem becsületes, intelligens, istenfélő keresztjének, akik egy rossz könyvet fordítottak le. És meg csak nem is tudják. A világon igazából csak kétféle angol nyelvű biblia létezik. Az első a King James, amit 64 ezer kézirat támaszt alá. Amikor a King James bibliai fordítói munkához láttak, mindössze 5000 kézirat állt a rendelkezésükre. És ott van egy egész családra való biblia, amit a Westcott és Hortból fordítottak. Tehát két választás lehetőség van. Nem az a kérdés, hogy melyik a jó fordítás, hanem a kérdés az, hogy mit fordítottak le. Nézzünk meg pár érdekességet. Új nemzetközi fordítás. Az apostolok cselekedetei 8. fejezet. Ádám, olvas fel nekem a 37. verset. Az apostolok cselekedetei 8:37. Nem megy? Nem is mehet, mert nincs benne. Nincs apostolok cselekedetei 8:37, mert kivették belőle a számmal együtt. Az új amerikai standard legalább oda tett egy lábjegyzetet. Ott van a szám, de a vers az nincs, csak lábjegyzet, hogy a későbbi kéziratokban beszúrták a 37. verset. Nem, srácok, ezt nem jól tudjátok. Az állítólagos korai kéziratokból vették ki a 37. verset. Nem a későbbiek tették hozzá, hanem a korábban élők vették ki. Nagyjából 200 vers hiányzik teljesen az új nemzetközi fordításból. Van egy remek könyv, Sam Gibb tollából, a címe A Biblia érthető története. Vaskos, de nagyszerű olvasmány annak, aki kíváncsi a Bibliánk történetére. Vagy ott van Dr. Gail Riplinger 1200 oldalas kiváló könyve A te igéd bűvöletében. Rengeteg jó könyvet írtak a King James Biblia körül kialakult vitáról. Ha egy kevésbé éles hangvételű könyvre vágynak, olvassák el a Válaszok könyvét, amit szintén Sam Gibb írt. A King James Biblia nyelvezete. Miért használnak mindenféle ósti szavakat benne? Mindjárt elmondom. De az a gondolat, hogy a régebbi az mindig jobb, egyszerűen helytelen. Hogyan használja fel a sátán az új fordításokat, hogy létrehozza az új világrendet? Gail Riplinger könyvéből, a New Age bibliáiból megtudják. Én sok bibliát használtam el a 37 év alatt, amióta megtértem, és állítom, hogy a régebbi nem egyenlő a jobbal. Egyetlen régi könyvnek sincs annyi kézirata, mint a Bibliának. Homérius Iliászának csak 650 kézirata létezik. 1964-ben találtak 24 ezer biblia kéziratot, aztán megtalálták a holtengeri tekercseket. Ma már 64 ezer kézirat létezik, ami a King James fordítást támasztja alá, míg az alexandriai változatot csak 3 egész és 46 töredékes kézirat támasztja alá. Aztán megtalálták az Ézsaiás tekercset és a holtengeri tekercsekkel, ami 1000 évvel idősebb volt a többi kéziratnál. Rengeteg probléma van a többi fordítással, amiről nem beszélünk most. Egy ilyen probléma a 2 Sámuel 21 kiölte meg Góliátot, Dávid ölte meg. A 2 Sámuel 21-ben olvassuk, hogy Elhanán apja megölte Góliát fivérét. Az új nemzetközi fordítás szerint pedig Elhanán ennek a fickónak a fia volt az, aki megölte Góliátot. Ez tévedés. Nyilván nem így volt, elszúrták. Rengeteg verset hagytak ki, mert néhány vers, amit kihagytak a fordításból. 200 verset teljesen kihagytak, amit pedig meghagytak, azt is sokszor megváltoztatták, hogy egészen más jelent. Például Hóseás 11:12. De Júda együtt uralkodik Istennel. Új nemzetközi fordítás, de Júda ellenszegül Istennek.
Önök szerint a kettő ugyanazt jelenti? Would you say that is saying the same thing? Júda ellen szegül Istennek? Ez nem ugyanazt jelenti. Adjon neked az Isten zsíros földet, 1 Mózes 27. Ez Izsák egyik áldása. Adjon neked az Úr házat a zsíros földektől távol. A termékeny földektől távol lesz a házad. Pont az ellenkezőjét írják, nem ugyanaz. A példabeszédek könyve 18. fejezet, akinek barátai vannak, mutasson maga is barátságot. Mit jelent ez? Sok barátod akarsz? Akkor légy barátságos. Új nemzetközi fordítása, sok barát veszedelmet hozhat. Ugyanazt jelenteni a kettő? Akinek sok barátja van, az bajba kerül, mert ez ezt jelenti, ez a fordítás nem jó. A Biblia ezt mondja a Máté 7-ben, mert szoros a kapu és keskeny az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják. A javított fordítás ezt mondja, keskeny az a kapu, az út pedig nehéz. Most akkor csak nehéz a mennybe jutni, vagy kevesen jutnak be? Sokan panaszkodnak a King James-be levő thee-kre és thou-kra. Mire jók ezek? Az angolban a személyes névás elején levő y többes számot jelent, mint például a ye és a your. A t egyes számot jelent. Ez egy fontos megkülönböztetés. 1611-ben az angolok nem használták ezt a megkülönböztetést. A King James fordítói viszont bölcsen ezek használta mellett döntöttek, hogy meg tudják különböztetni az egyes számot a többestől. Ma az angol nyelvben a you szó jelentheti azt, hogy te, de azt is, hogy ti. A szituációból derül ki, hogy a beszélő mire gondolt. A thee és thou ezt a problémát oldotta meg. Nézzük csak János 3. fejezetét. Jézus azt mondja Nikodémusnak, ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked egyes szám, újonnan kell születnetek. Többes számra váltott. Mondom neked, mindenkinek újjá kell születnie. Ez egy fontos megkülönböztetés. Különben azt mondaná, mondom neked Nikodémus, újonnan kell születned. És mit kell csinálnia Kent Hovinnak? Ezek szerint semmit. Az a helyzet, hogy a King James-ben használt nyelvezet rendkívül pontos. Egész nap beszélhetnénk róla, de én azt hiszem, hogy elég annyit megjegyezni, hogy az Úr megígérte, hogy megőrzi az ő igéjét. De hol is van az ő igéje? Szeretnék belőle egy példát. Jó, 30 év után engem is beszippantott a King James tábor. Isten megőrizte számunkra az őgéjét méghozzá angol nyelven. Van néhány vers, ami nagyon megfogott, mivel állandóan a teremtésről beszélek. Pál levele az Efézusiakhoz 3:9, és hogy világossá tegyen mindenki előtt, mi a ma titok megvalósulásának a rendje, amely el volt rejtve a világ kezdete óta Istenben, aki mindent megteremtett Jézus Krisztus által. Itt két fontos dologra kell odafigyelni. Azt írja, a világ kezdete óta. Ez egy egyértelmű időhatározó. Ő teremtett mindent Jézus Krisztus által. A Kolosséiakhoz írott levélben ugyanezt olvassuk. Mindent Jézus teremtett. Jézus az emberré lett Isten. Az új Biblia fordítások közül sok az alexandriaiak nézetét osztja, akik nem hittek abban, hogy Jézus volt az emberré lett Isten. A könyvesboltok persze jó sok Bibliát akarnak eladni, de csak olyan fordításokat árulnak, amelyek szerintük nem okoznak megbotránkoztatást. Ezt tették az Efézusiakhoz írt levéllel, amely a régi időkben el volt rejtve Istenben, mindenek teremtőiben. Hát innen Jézus lemaradt, és régi idők áll a világ kezdete óta helyett. Szinte minden Biblia fordításban ezt írták régi idők és régen. Jézust pedig minden esetben lehagyták, csak a King James új fordításában nem. Ott megmaradt Jézus, de ott is megjelentek a régi idők. Jézus megmaradhatott, a régi időkkel viszont felülírták a jó szöveget. Nem akarják, hogy ez a határozott hadnapos kreacionista gondolat megjelenjen a Bibliában, mert az sok embert megbotránkoztathatna, akkor pedig ugrik a bevétel. Ami még nagyon zavar, az az 1 Mózes 1:5, egy nap vagy első nap. Minden fordítás, amit találtam, azt írja, hogy egy nap. Kivéve a King James fordítást, ami első napot ír. Miért változtatták egy napra? Nos, azért, hogy beférjen a hosszú idő, bár én még mindig nem értem, hogyan olvashatja valaki az 1 Mózes 1:5-öt, és hiheti azt, hogy időben akármilyen szakadék lenne az első és a második vers között, mármint egy óránál nagyobb szakadék. Az első nap szerint teljesen egyértelmű a dolog. Szinte minden héten megkérdezik tőlem, mi a helyzet a Biblia kódokkal. Igaz, hogy a Héber Bibliában rejtett kódok vannak? El a témáról mindenféle könyvet írtak, és Grant Jeffrey könyvében az Isten aláírásában is van egy kiváló fejezet a Biblia kódokról. A lényeg a következő. Vesszük a héber nyelvű Bibliát, kizárólag a héber nyelvűt, és kizárólag azt, amiről a King James fordítás készült, és betáplálunk a számítógépbe minden egyes betűt szóközök nélkül.
Ha átudunk pár betűt, máskorában elrejtett szavakat találunk. Például az 5 Mózes 10-ben minden 13. betűt leírva azt kapjuk, Auschwitz keserű tengerében. Adolf Hitler hírhet koncentrációs táboráról van szó. Minden 22. betűt egymás mellé írva megkapjuk a Hitler szót. Hogyan lehetséges ez? A szöveg magában nem elég, a megfelelő számú betűket kell egymás mellé írni. Rejtett üzenetek lennének a Bibliában? Nos, én úgy gondolom, hogy igen, de persze szívesen nyitok róla vitát. Chuck Missler, egy nagyon jó barátom, rengeteget tud ezekről a dolgokról. Van egy remek könyv, aminek a címe a Kozmikus Kódok. Chuck Missler éveken át katonai rejtjelzőként dolgozott, és mindenféle kódokkal kapcsolatos munkát végzett a kormánynak. Elképesztő dolgokat tud a Biblia kódokról, nézzenek el a honlapjára. Mózes 5. és 4. könyvében találtak még pár Hitlerre tett utalást. A megfelelő számú betűket átugorva olyan szavak jönnek ki, mint Hitler, Auschwitz, Holocaust, krematórium, Lengyelország, a Führer, a náci királya, népirtás, Németország, Mein Kampf. Úgy értem, azért talán mégis több puszta véletlennél, hogy ilyesmit rejted a szöveg. Valami oka csak van ennek a dolognak. Ha a példabeszédek könyvének 30. fejezetében minden 22. betűt egymás mellé írjuk, azt a szót kapjuk, hogy Jézus. Valami biztosan van a dologban. Még a 16. században jóval a számítógépek előtt egy rabbi azt mondta, a Tóra titkai a betűk átugrásában rejlenek. Mondok egy példát, hogy működik a dolog. Titkos kódot dolgoztak-e sorba? A negyedik betű a titkok nyitja. K-O-D-O-K. Kódok. Ha összeolvasnak minden negyedik betűt, meg tudják fejteni az üzenetet. Erről szól a bibliai kódolom. Van-e rejtett üzenet a Bibliában azon kívül, amit a szívekből kiolvasok? Van benne még valami? Nos, én nem tudom, de ha Mózes első könyvében egymás mellé írunk minden 49. betűt, kijön a Tóra szó. Érdekes, 49, 7x7. Mózes második könyvében egymás mellé írva minden 49. betűt, ismét kijön a Tóra szó, ami héberül azt jelenti Isten igéje. Mózes 4. könyvében minden 49. betűt egymás mellé írva megkapjuk a Tóra szót visszafelé. Mózes 5. könyvével ugyanez a helyzet. Lássuk csak, Mózes 1. és 2. könyvében a Tóra szót rendesen kapjuk meg, a 4. 5. visszafelé. Mindkettő visszamutat a 3. könyvre. Mózes 3. könyvében minden 7. betűt egymás mellé írva a Jehova szó jön ki. Lehetséges, hogy Mózes 1., 2., 4. és 5. könyve az Úrra mutat? Lehet, hogy puszta véletlen az egész, de gyanítom, hogy ennek a matematikai valószínűsége közel van a nullához. Majdnem olyan, mintha tényleg lenne valami a dologban. A Tóra mindig Istenre mutat. Ki teremtette Istent? Minden héten van egy ateista, aki azt mondja nekem, hé, Hovind, maga szerint a Föld 6000 éves, és Isten teremtette a világot? De ki teremtette Istent? Aki ilyesmit kérdez, az két dolgot feltételez. Egy, hogy Istent meg kellett teremteni, és kettő, hogy Isten be van zárva az időbe, mint mi. Mindkét feltételezés hibás. Ha Isten végtelen és az időn kívül létezik, akkor nem kellett megteremteni. Ő csak van. A tény, hogy az én agyam és az önöké ezt nem tudja felfogni, az nem számít. De Isten akkor is így nyilatkoztatja ki magát. Itt a Discover folyóirat. Mi volt az ősrobbanás előtt? Mózes első könyvének az elején ez áll kezdetben. De mi volt az előtt? Azt kell mondanom, hogy semmi. Azelőtt nem létezett az idő. A kérdés, hogy honnan jött Isten, vagy hogy mit csinált a teremtés előtt, azt feltételezi, hogy Isten be van zárva az időbe, mint mi. És meg kell várnia, hogy a dolgok megtörténjenek. Ez nem így van. Ő nincs az időbe zárva, mi vagyunk az időbe zárva. De az evolucionista és a kreacionista nézet is feltételez valamiféle kezdetet. Még az evolucionisták is azt mondják, a semmi valóban semmit jelent. Nem csak az anyag és az energia, de a tér és az idő sem létezik a semmiben.
Azt ők is tudják, és igazuk is van, amikor azt mondják, hogy az időnek, a térnek és az anyagnak egyszerre kell megjelennie. Mert ha van anyag, de nincs tér, akkor hol van az idő? Ha van tér és anyag, de nincs idő, akkor mikor létezik mindkettő? Kell idő, tér és anyag, az egész kontinuum. Ha van hosszúság és szélesség, de nincs mélység, akkor nincs semmi. Isten azt mondja Ézsaiás könyvében, hogy ő örökkévaló. Mózes 5. könyvében az áll, hogy ő a mindenható Isten. Ézsaiás könyvében olvassuk, én vagyok az Úr, nincsen Isten rajtam kívül. Ha ő a mindenható Isten, akkor rá nincs hatással az idő, a tér és az anyag. Ő most is a holnapban van. Az 1 Mózes 1-ben több hármasságot látunk. Kezdetben ez az idő, múlt, jelen és jövő. Isten megteremtette a mennyet, ez a tér, hosszúság, szélesség és mélység, és a földet, ez az anyag, ami lehet szilárd, folyékony és légnemű. 3 hármasság, 8 szóban. Azt mondja, ő alkotta mindezt. Én ezt elhiszem, de nem tehetek mást. Jelenések könyve 10. fejezetében az áll, hogy nem lesz többé idő. A végén vége lesz. Nem lesz idő. Vannak nagyon szép énekeink, amiket el szoktunk énekelni a templomban, mikor már 10 000 éve ott leszünk. Ez egy nagyon szép ének, és nagyon szeretem, csak épp nem igaz. Nem leszünk ott 10 000 évet, csak ott leszünk. Az időt, a teret és az anyagot egyszerre kell megteremteni. Isten azt mondja, ő meg is tette. A kérdés tehát, mit csinált Isten a teremtés előtt, teljesen értelmetlen. Ő kívül van időn, téren és anyagon. Közel 200 alkalommal olvasok a Bibliában, hogy Isten mondja, én vagyok. Jelen van. A helyzet az, hogy a mennyben nincs szükség naptárra vagy órára. Ott nincs idő, egyáltalán nincs idő. Isten kívül van az időn, a téren és az anyagon. Jézus mondja, én vagyok. Végig a Bibliában. Azt mondja, ő Isten, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Meg is akarták kövezni, amikor ezt mondta, mert azt állította, hogy ő Isten ezzel. Én vagyok az ajtó, én vagyok a szőlőtő, én vagyok a világ világossága, én vagyok a jó pásztor. Újra meg újra ezeket mondta. Tudták, hogy ezt állítja, ő Isten, és ezért nem szerették. Tudják, miért állította, hogy ő Isten? Mert az. Következő kérdés, ki írta a Mózes első könyvét? Itt a Biblia, amiben az áll, hogy Isten írta, de mi tudjuk, hogy nem Isten írta, hanem emberek írták, szóval akkor ki írta a Mózes első könyvét? A szkeptikusok, mint például Dr. Prout, évek óta ezt mondják. Ő Mózes első könyvét kutatja, és szerinte az 4 különböző szerzőtől származik. A német biblia kritikusok ezt úgy 160 éve kezdték el tanítani. Azt mondták, Mózes első könyvét 4 különböző ember írta, ami a különböző írói stílusból derül ki. Ezt ők J.E.P.D.-nek nevezik. Jahveszt, Eloiszt, Priestley és Deuterist után. Részben igazuk is van. Mózes első könyve valóban különböző stílusokban íródott. Itt van például az első fejezet. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet, ezt mondta Isten, látta Isten, 31 alkalommal találjuk meg itt az Isten szót. A második fejezetben viszont változás van a 4. verstől kezdve, ott már Úristen szerepel az egész második fejezetben. Más nevet használ Isten, de teljesen más stílusban ír. Akik a héber tanulmányozzák, azt mondták. Hé, ezt itt egy új szerző írta. Így van. Akkor ki írta Mózes első könyvét? Nos, Márk evangéliumában a 12. fejezetben ez áll. Mózes könyvében. Ezt és ezt mondta Isten Ábrahámnak, ami utalás Mózes második könyvére. Az új szövetség tehát azt tanítja, hogy Mózes írta Mózes második könyvét. Mózes 5. könyvében az áll, hogyha egy férfi utód nélkül hal meg, és a testvére elveszi a feleségét, és az első gyerek kapja az apai örökséget, hogy a birtok ne aprózódhasson fel. Ez volt a törvény. Lukács evangéliumban az áll, hogy Mózes írta támaszon utódot az ő testvérének. Lukács tehát elég egyértelműen adja tudtunkra, hogy Mózes írta az 5. könyvet. A Szentírásból kiderül, hogy Mózes írta a másik, harmadik, negyedik és az 5. könyveket. Ez nem kérdés, de arra nincs utalás, hogy Mózes lett volna az első könyvírója. Akkor ki volt az? Tulajdonképpen Mózes a szerkesztője volt az első könyvnek, ami lényegében 10 szemtanú leírása. Ádám írta Mózes első könyvének egyes részeit. Meg lehet állapítani, hol van a váltás. Mózes első könyvében 10 különböző alkalommal találjuk azt a kifejezést, hogy ez XY nemzetsége. Ez a kifejezés jelző, hogy hol szállt be az új szerző.
Az első fejezetet nyilván Isten írta, senki más nem tudhatott ezekről a dolgokról. A második fejezetben viszont már ott volt Ádám. És ő írta a második, harmadik és negyedik fejezetet. Az ötödik fejezetben jön a váltás. Mózes tehát csak szerkesztette a 10 szemtanú elbeszéléseit, amik valószínűleg agyaktáblákon, cserép agyaghordozón voltak megörökítve, ami sokkal tovább olvasható marad, mint ma egy könyv. Noé nyilván magával vitte ezeket a táblákat a bárkára egy ládában, pusztán azért, mert mások Mózes előtt írtak le bizonyos dolgokat, még nem jelenti azt, hogy ők írták le helyesen. Szkeptikusok azt mondják, a sumér legendákat jóval Mózes születése előtt jegyezték le, ami igaz. Aztán azt mondják, és ez bizonyítja, hogy Mózes ezekből másolt. Nem. Ha 10 szemtanúja van egy esetnek, mint hazamegy és leírja, amit látott, nem biztos, hogy az írja le korrektül a történteket, aki először fejezi be az írást. Attól, hogy valaki elsőként publikál valamit, még nem biztos, hogy az ő írása a korrekt. Mózes első könyve 5. fejezetében ez áll, ez Ádám nemzetségének a könyve. Itt fejezte be a történetét, valószínűleg szintén agyaktáblán, ami évezredek múlva is olvasható. 6. fejezetben ez áll, ez Noé nemzetsége. Noé itt fejezi be az írást. Ő írta az 5. fejezetet és a 6. egy részét. A 10. fejezet első versében olvassuk, ez Noé fiainak a nemzetsége. Noé fiai is írtak egy részt. Sém is írt egy keveset. Sémet nyilván érdekelte, hogy hová mennek az unokák. Az 1 Mózes 10-et a népek táblájának is szokták nevezni, és 75 különböző népcsoportot sorol fel. Sém minden feljegyzett. Ó, Herman bácsinak 3 gyereke született név szerint ezek, és ide költöztek. A legidősebbik bátyámat nagyon érdeklik a családfák, még Norvégiába is elment, hogy ott tanulmányoz a Hovin családfát. Talált is egy csomó embert, aki a családfán lógott a nyakánál fogva. Van, akit érdekel a genealógia, vannak emberek, akik egész életüket annak szentelik, hogy megtalálják a felmenőiket, mint a Gyökerek című filmben. A 3 fiú közül tehát Sém volt az, aki mindent följegyzett a népek táblájában, ami olvasmánynak elég unalmas, viszont felsorolja az összes fiút és azt, hogy mi történt velük. 11. fejezet. Ez Táré nemzetsége. 25. fejezet. Ez Izmael nemzetsége. Ez Izsáknak a nemzetsége. Ez Ézsau nemzetsége. Amikor az 1 Mózes 36-ot olvasták, biztosan feltűntek önöknek azok a fejedelmek a szövegben. Mit keres ez a sok fejedelem itt a 35. és a 36. fejezetben? A fickót, aki azt a fejezetet írta, nyilván érdekelte ez a téma, Isten pedig meg akarta őrizni ezt az információt. Évszámok viszont nincsenek, és azt sem tudjuk meg, hány évesek voltak, amikor a fiaik megszülettek. Csak azok esetében derül ki, hogy hány évesek voltak, amikor a fiaik születtek, akik Jézus Krisztus egyenes ági felmenői. Ezek szerint a többiek nem számítanak. Jó emberek voltak, szerették az Urat, de ők nem számítanak. Jákob is írt egy részt. Mózes első könyvében 10-szer olvassuk a kifejezést, hogy ez XY nemzetsége. Van egy remek lábjegyzet a hit védelmezőjének Bibliájában, amiben Henry Morris Mózes első könyvének az íróiról ír, arról a 10 emberről, akik Mózes első könyvét írták. Igazán remek írás. A szkeptikusok tehát részben igazat mondanak, többen írták. Mindig érdemes meghallgatni a szkeptikusokat. Ha egy ateista azt mondja, szárszagod van, lehet, hogy igaza van. Ha azt mondja, tévedsz a Bibliával kapcsolatban, akkor biztosan nincs igaza. A 10 különböző író mind szemtanú, amitől érdekesebb lesz a dolog. Persze Isten akár tegnap is megírhatta volna az egészet, és jó lett volna. Holnap is arra inspirálhat valakit, hogy írja le az igéjét, és az is jó lenne. Gond egy szál sem. Meg tudja őrizni az ő igéjét, de a tény, hogy 10 szemtanú írta, még hitelesebbé teszi Mózes első könyvét. Itt egy újabb kérdés, hogyan lehetek a nap az égitest előtt? Hugh Ross és társai talán azt mondanák, hogy az első 3 nap más lehetett, és az is lehet, hogy ezek a napok több milliárd évig tartottak. Hát Isten a 3. napon teremtette a növényeket, és kétlem, hogy azok évmilliárdokat vártak volna, hogy felkeljen a nap. De hogy lehetett világosság a nap előtt? 1 Mózes 1:3, akkor ezt mondta Isten, legyen világosság. Héberül or. A héberben 2 különböző szó van a világosságra, az angolban csak egy. Csak egy szavunk van, de 2 dolgot jelent. A szövegkörnyezetből tudjuk, hogy éppen melyikről beszélünk. Azt mondom, kapcsold fel a lámpát, vagy csinálj egy kis fényt a szobában. Az egyik maga a fény, vagy világosság, a másik a forrása.
Isten a világosságot nappalnak nevezte el, és az első napon teremtette. Úgy tűnik, Isten az 1 Mózes 1-ben hangjával adott energiát a világegyetemnek. Isten szólt, és ezzel megteremtette az elektromágneses spektrumot. Az energiahullámok áthatottak mindent. Van egy szó a 14. versben a fény forrására, ez a Héber Maor. Legyenek világító testek az égbolton. A Maor a fény vagy világosság forrása, nem pedig a fény maga. Isten tehát fényforrás teremtett, ez a Maor, hogy megvilágítsák a földet. A nagyobbik világító test uralkodik nappal, szintén Maor a 16. versben. Világosságom az Úr a 27. Zsoltárban, ami Ór, nem pedig Maor. Ő a fény. Nem csak a fény forrása, ő maga a fény. Az Új Szövetségben a görög foszt használják, ebből származik a foszfor és foszforeszkál szó. Isten a fény vagy a fényesség. A Bibliában az áll, hogy a csillagok énekelnek. Hosszan lehetne beszélgetni az energiáról, ami a csillag és a napfényből származik, ami több lehet annál, aminek ma tartjuk. A fényen kívül ez az energia esetén zenét is továbbíthat. A Jelenések 21. fejezetében ez áll, napra nincs szüksége a városnak, mert Isten dicsősége világítja be, és lámpása a bárány. A Biblia első 13 versében nincs nap, de van világosság. A Biblia utolsó 26 versében sincs nap, de van világosság. Ezért nincs értelme azt mondani, hogy nap nélkül nincs 24 órás nap. Amikor a Föld egyszer megfordul a tengelye körül, az egy nap. A mi Földünk egyszer fordul meg a tengelye körül 24 óra alatt, a napot pedig éjfélkor kezdjük, amikor a nap még föl sem kelt. Ha holnaptól nem lesz napunk, hány órás lenne az a nap? 24 órás. Mondjuk nem élnénk nap nélkül sokáig, de akkor is 24 órás lenne egy nap, csak nem tudnánk róla, mert nem lennénk itt. Szerintem Isten szándékosan teremtette a napot később, hogy a gyerekei tudják, hogy nem szabad a napot imádni. Őt kell imádni, nem a napot. Sok ősi napimádó kultúra létezik. Nézzenek szét Mexikóban, mindenütt ott vannak a napszimbólumok, minden ajándékboltban. Van, aki a falára is felakasztja. A vasárnapot is a nap után nevezték el az angolban. Mellesleg a hét napjainak a neve mind pogány eredetű az angolban. Például szombat, vagyis a Saturday, a Szaturnusz után kapta a nevét. Hol volt az Éden kertje? A Bibliában olvassuk, hogy Isten keleten Édenben ültetett egy kertet. De pontosan hol? Édenből pedig egy folyó jött ki, ami 4 ágra szakadt. Az egyik ág az Eufrátesz. Vannak, akik azt mondják, Bagdadban folyik az Eufrátesz nevű folyó, ez bizonyítja, hogy az Éden kertje Bagdadban volt. Nem. Minden tanult ember tudja, hogy az Éden kertje Floridában volt. Ez nyilvánvaló. Szerintem lehetetlen megmondani, hol volt a kert. Az özönvíz mindent elpusztított. Van egy New York nevű város, amit az angol York város után neveztek el. Ontárióban van egy London nevű város. Vajon melyik város után kapta a nevét? A brit főváros után. Amikor az emberek megérkeztek Európából az új világba, azt mondták, ez úgy néz ki, mint az óhaza, adjunk ugyanolyan neveket mindennek, mint otthon. Ez minden. Noéék kiszállnak a bárkából, fogalmuk sincs, hol vannak, meglátnak egy folyót. Erről nekem a folyó jut eszembe az Éden kertjében. Nevezzük el Efrátésznek. Egy vadonatúj világba csöppentek, ahol olyan nevet adhattak mindennek, amilyet csak akartak. Az édenkertje valószínűleg Florida alatt lapult. Nem, szerintem lehetetlen megmondani, hol lehet. Gilbert Vincent, egy jó barátom, megvan róla győződve, hogy az édenkertje Jeruzsálemben van. Elég meggyőzőek az érvei, de én nem tudom, hogyan lehet ilyesmit tudni. A világot teljesen elpusztította az özönvíz, ezért lehetetlen megmondani, hol lehetett az édenkertje. A Bibliában az áll, hogy nem volt halál Ádám bűnbeesése előtt. Az ember hozta be a halált a világba. A szkeptikusok azt mondják, Ádám talán nem evett növényeket, azok nem pusztultak el? Nos, ehhez azt kellene feltételezni, hogy a növények élnek. Nézzük meg az 1 Mózes 1.11-et. Azután ezt mondta Isten, növesszen a föld növényeket, füvet, gyümölcsfát. Így lettek a földön növények és gyümölcsfák a harmadik napon. A növények a harmadik napon, a nap a negyedik napon lett teremtve. Az élő lényeket, amelyektől besgyűltek a vizek, Isten az ötödik napon teremtette. Elmondta nekünk, hogy a harmadik napon megteremtette a füvet és a gyümölcsfákat, az élő lényeket pedig az ötödik napon. Ez vajon nem azt jelenti, hogy a növények nem élő lények? Ha minden élő lényt az ötödik napon teremtett Isten, talán ez azt jelenti, hogy a növények nem élő lények a szó bibliai értelmében.
1 Mózes 1.24 hozzon létre a Föld különféle fajta élőlényeket. Az 1 Mózes 1.29-ben az áll, hogy nektek adok minden maghozó növényt, és minden földi állatnak eledeléül adok minden zöld növényt. Azt mondja, hogy minden élőlény zöld növényt kap. Nekem úgy tűnik, hogy itt van egy megkülönböztetés. Ami zöld, és ami fű és zöldség, az nem élőlény, mert az élőlények megehetik. Kain áldozatot vitt a föld gyümölcséből. Ábel áldozatot vitt az első szülött bárányokból, és Isten nem tekintett a föld gyümölcsére, abban nincs élet. A répából nem lehet vért facsarni, mondja az angol. Élet, vér és halál kell ahhoz, hogy Istennek tetszen az áldozat. Vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat. 1 Mózes 6.17, mert én özönvizet fogok hozni a földre, hogy elpusztítsak az ég alatt minden élőlényt, és vigyél be a bárkába minden élőlényből, és vigyél magaddal mindenféle eledelt, ami csak megehető. Itt most megint különbséget tesz, nem? Bekerülnek a bárkába az élőlények és az eledel, ami nyilván növény. Azt hiszem, itt különbséget tesz a Biblia. Madarak, állatok, csúszómászók, amiben az élet lehelete van. Az állatokban az élet lehelete van a Biblia szerint. Nem minden test egyforma, hanem más az embereké, más az állatoké. 1 Mózes 9, minden, ami mozog, ami csak él, legyen a ti eledeletek, plusz a zöld növények. Itt tehát az áll, hogy megehetnek mindent, ami él és mozog, még korábban csak a zöld növényeket ehették meg. Én itt ismét különbséget látok. A növények bibliai értelemben nem élnek, mert a test lelke a vérben van, ha 3 Mózes 17-ben az áll, hogy semmiféle elhullott testnek a vérét ne egyétek meg. Nos, ha nem lehetett megenni azt, ami elhullott, akkor minek várunk a gyümölcsökre, hogy megérjenek és lehújjanak a fáról? Ezzel nem szegjük meg a törvényt. Ha éltek és elpusztultak, lehullottak a fáról, mi meg megettük, akkor gond van. Akkor csak a fán szabad megenni, másszanak fel a fára, és egyék meg az almát, ami az ágról lóg, de nem eshet le, mert akkor megszegik a Szentírás törvényét. A Biblia beszél az élet fájáról, amikor 12-szer hoz termést, a gyümölcse életet ad, de szerintem maga a gyümölcs nem él. A Bibliában az áll, hogy a fa levelek elhervadnak, elfonnyadnak újra meg újra, de egyszer sem olvassuk, hogy meghalnak. Elfonnyad a nád és a sás. Elfonnyad a sás. Ézsaiás 40, elhervad a virág. A Bibliában végig ezt olvassuk, hogy a növények elhervadnak, elfonnyadnak, nem élnek. Nincs bennük az élet lehelete, nincs bennük vér, nincs lelkük, nem élnek. Az autóra mondjuk, hogy bedöglött, de attól az még nem él. A meghal szót sokféleképpen használhatjuk. Meghalt a számítógépem. Megjelent a monitoron a kék halál. A reményről is mondjuk, hogy meghal, pedig nem élőlény. Ez csak egy kifejezés. A növények bonyolult, önszaporító élelemforrások. Nincs vérük, nincs bennük az élet lehelete, nincs lelkük. Bibliai értelemben nem élnek. Tehát amikor Ádám megevett egy gyümölcsöt a kertben, nem ölt meg semmit. Ádám hozta be a halált a világba, a növények pedig sohasem éltek, így nem halhattak meg. Mit jelent az Ádám név? A Biblia szerint Ádám volt az első ember. De mit jelent a neve? Érdekes kérdés időnként felteszik nekem. A bibliai nevek jelentése mindig rendkívül fontos. Isten adta ezeket a neveket valamilyen konkrét okból. Ádám, Sét, Énos, Kénán. Az Ádám szó embert jelent, a Sét kiválasztottat, az Énos halálost, a Kénán szomorúságot. A Mahalalel jelentése áldott Isten, a Jeredé le fog jönni, az Énoké prédikálni, a Metusáleké valamit hoz a halála, a Lámeké kétségbe esett, a Noéjé megnyugvás. Rakjuk össze az egészet. Az embert halálos szomorúságra választotta ki, de lejött az áldott Isten, és azt prédikálja, hogy a halála megnyugvást hoz a kétségbe esetteknek. Még a Bibliában levő nevek is üzenetet hordoznak, elképesztő. Pár éve előadást tartottam egy templomban, Alabamában, és egy barátom, akit akkor már 20 éve ismertem, elhívett a McDonald's-ba, mert mutatni akart nekem valamit. Elmentünk, megebédeltünk, aztán a barátom kitépett a noteszéből 2 lapot, az egyikre azt írta, Mr. Lapos, a másikra azt, hogy Mrs. Lapos. Letette a papírokat az asztalra, és azt mondta, te tanítottál geometriát, igaz, mire én persze. Képzeld el, hogy te vagy Mr. Lapos, és Lapos földön élsz. 2 dimenzió van, 3. nincs, van mélység és szélesség, de nincs magasság.
Tegyük fel, hogy egy háromdimenziós lény fel akarja fedni magát előtted. De hogyan tudja megmutatni magát egy háromdimenziós lény egy kétdimenziós embernek? Hát tényleg nem egyszerű a dolog. Azt mondta, itt van nekünk Mr. Lapos és Mrs. Lapos. Mr. Lapos csak egy vonalnak látja Mrs. Lapost. Megkerülheti és láthatja, hogy a neje igazából négyszög. Önök és én a magasságot és a szélességet látjuk, a mélységet nem látjuk. A mélységet észleljük, ezt hívják mélységészlelésnek. Fotózzanak le valamit, és a papírképen az a valami pont úgy fog kinézni, mint a valóságban. Azt mondta a barátom, ha meg akarod mutatni magad Mr. vagy Mrs. Laposnak, oda mész, és az ujjad az asztalra nyomod. Mr. Lapos oda megy, és azt mondja, hé, az előbb láttam Ken Hovindot, ő egy kör. Csak az ujjam keresztmetszetét látják. Ha három ujjat teszek az asztalra, azt mondja erre Mrs. Lapos, ó, dehogy, én is láttam Ken Hovindot, ő három kör. Aztán ketté szakad az egyház, és lesz egy körös, meg három közös egyház. De egyikük sem értett meg engem, csak egy kis szeletet láttak meg az igazi lényemből. Ezért, amikor Isten meg akarta mutatni magát a háromdimenziós világnak, lejött hozzánk Jézus Krisztusban. Van egy érdekes vers az Efézusiakhoz írott levélben, hogy képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét. Na, itt álljunk meg, hiszen itt négy dimenzióról van szó, szélesség és hosszúság, magasság és mélység. Netán Isten több annál, mint amit meg tudunk érteni belőle? Szerintem igen, Isten sokkal több annál, amit megértünk belőle. És kétlem, hogy bárki teljesen meg tudná ismerni Istent. Ha a végtelen Isten beleférne az én kis 1300 grammos agyamba, nem volna érdemes arra, hogy imádjuk, az biztos. Mi a helyzet a rasszokkal? Honnan vannak a rasszok? Nos, nyilvánvaló, hogy a világ tele van különböző színű emberekkel. Emlékszem, milyen volt, amikor először pillantottam meg egy igazán fekete embert. Fekete volt, mint a zakóm. Atlantában voltam, a fickó Etiópiából jött oda látogatóban. Úgy 7 éves lehettem, és nem hittem a szememnek. Fekete volt a felesége, meg a kisbabájuk is, korom fekete, még annál is feketébb. Barna embert akkor már sokat láttam, de feketét még nem. Szóval, honnan vannak a rasszok? A helyzet az, hogy nem szerencsés a rassz szó használata. Nincsenek különféle rasszok, csak különböző bőrszínek vannak. Például ezeket itt különböző tehén rasszoknak mondanák? Dehogy. Ugyanúgy néznek ki a hűtőben, ugyanolyan ízű hamburger lesz belőlük, csak más színűek. Nos, négy elmélet van arra, hogy honnan származnak a különböző bőrszínek. Az első elmélet szerint Ádám és Éva középbarna bőrszínnel rendelkezett, a gyermekeiknél differenciálódtak különböző bőrszínek. Az egész a bőrben levő melanin mennyiségétől függ. Itt egy fekete házaspár, három albínó gyerekük született. Alig volt melanin a bőrükben. A másik elmélet szerint jelet tett az Úr Kainra. Egyesek szerint Kain azért lett fekete, mert megölte Ábelt. Szerintem ez egy elég ostoba elmélet, mégis elképesztően sokan hisznek benne. A mormonok például elhiszik, hogy Kain fekete volt, a fekete bőrszín pedig átkot jelent. Kain átkát. Azt mondják az Úr műve. A mormonok azt tanítják, hogy a mennyben Istennek több ezer felesége van, és mindegyikkel szeretkezik, és szellemgyermekeket nem. A derék szellemgyerekek lejönnek a földre, és fehérbőrű testet kapnak, a nem derék szellemgyerekek pedig fekete bőrűt. Szóval a feketékről azt mondják, az első életükben hitvány módon viselkedtek. Micsoda ostobaság, a mormonok mégis ezt tanítják. Szerintük Kain, Hám, az egész néger rassz meg van átkozva a fekete bőrszínnel, ami Kain jele. Ez a fickó ezt mondja. Ha csak egy csepp néger vér is van a gyermekeimben, rájuk száll az átok. Ha a fehér embernek, aki a kiválasztott maghoz tartozik, keveredik a vére Kain vérével, a büntetés azonnali halál. A Mormon Egyház titkos története című remek könyv sok olyan emberről tesz említést, akiket azért öltek meg a mormonok, mert megszegték a mormon törvényeket. A harmadik elmélet szerint Isten megátkozta Kánaánt, Noé unokáját. Az 1 Mózes 90 olvassuk, amikor Noé kijózanodott Máborából, és megtudta, hogy mit tett vele a kisebbik fia, ezt mondta, átkozott Kánaán, szolgák szolgája lesz testvérei között. Kétszer is említi a Biblia, hogy Kánaán szolga lesz. Vannak, akik azt mondják, hogy a feketéknek szolgasors jár, mert Isten megátkozta Kánaánt. Azzal egyetértek, hogy Isten megátkozta Kánaánt, de hogyan következne ebből, hogy a feketéknek szolgasors jár? Valaki nyilván azt gondolja, hogy Kánaán fekete volt, ezért sújtja őket az átok. Én ezt sem hiszem el. A negyedik, és szerintem az egyetlen logikus elmélet szerint Bábel tornya okozta a dolgot.
Isten azt mondta, töltsétek be a földet, ők viszont maradtak és építettek egy tornyot, mire Isten haragra gerjedt és összezavarta a nyelvüket. De nem csak a nyelvüket zavarta össze, hanem nemzetségekre és népekre is tagolta őket. Erről sémtudósít, tudják, a családfa készítő. Nagyon érdekes. A belterjes kiscsoportokon belüli házasság miatt a szokatlan külsőjegyek rendkívül hangsúlyosá válnak. Például a Habsburgok csak királyi sarjakat vehettek el. Ez volt a szabály. De időnként előfordult, hogy nem volt más királyi sarja, akit elvehettek volna, csak a saját unokahúguk, nagynénjük vagy huguk. Igen gyorsan, elég furán kezdtek kinézni. Egy Habsburgot messziről fel lehetett ismerni, ha hosszú orra és buta képe volt, akkor csak Habsburg lehetett. Itt egy fotó egy fickóról, aki az afrikai Struts népcsoport tagja. Ez egy törzs Zimbabvében, és a tagjai csak a törzsön belül nősülhetnek. Mindössze úgy 200-an lehetnek, és csak lánytestvért, unokahúgot vagy unokatestvért vehettek el. Ők az igazi vörösnyakúak, csak két nagylábújuk van. A fogaik az éjszaka közepén alvás közben hullanak ki. Ez valami elképesztő belterjességnek az eredménye. A belterjesség szokatlan tulajdonságokhoz vezet, és talán ez történhetett Bábel tornyánál. Az 1 Mózes 10-ben olvassuk, hogy ezektől ágasztak szét a népek a földön az özönvíz után. Nem csak a nyelvek zavarodtak össze, a népek is szétágasztak. Van egy remek könyvben a témában, Bill Cooper könyve az özönvíz után. Arról szól, hogy hová vándoroltak el Noé fiai. Noé három fia közül az egyiknek, Jáfetnek valami 14 fia és fiú unokája született. Nem könnyű megszámolni őket. Olvassák el az 1 Mózes 10-et és próbálják megszámolni őket. Nehéz megmondani, hogy ki kivel van, de én összesen 14 fiút és fiú unokát számoltam. Hámnak 31 fia és fiú unokája volt, az egyikük Kánaán. Na most, hogyha Kánaánon rajta volt az átok, akkor gond van, mert a Biblia azt írja, hogy Egyiptom Hám földje volt. Hám gyerekei Egyiptomba mentek, Afrikát Hám leszármazottai népesítették be. A feketék ezek szerint Hám leszármazottai. Jáfet az európaiak atya, Sém pedig az ázsiaiaké, akik közé tartozik Jézus Krisztus is. Őket keletieknek szokás nevezni a közel-kelet után. Sémnek 29 fia és fiú unokája volt, úgyhogy a számításaim szerint Bábel tornyánál nagyjából 75 eredeti nyelv és nyelvje lehetett meg, csak összeadtam a fiak és leszármazottaik számát. Gyanítom, hogy amikor Isten összezavarta a nyelveket, 75 nyelv keletkezhetett. Aki tanulmányozta az angol nyelvet, megmondhatja, hogy az angol, a német és a dán ugyanabban a nyelvcsaládba tartozik. Több száz olyan szó van ezekben a nyelvekben, amelyek egyformák. Itt egy Beowulf vers Krisztus után 518-ból. 1500 éves angol nyelven írva, az óangol jobban hasonlít a németre, mint a mai angolra. A spanyol, az olasz és a francia is egy nyelvcsaládba tartozik. Aki tud spanyolul, elmehet Olaszországba, és egészen jól el fog boldogulni. Aki tud ukránul, sokat megért az oroszból. Sok nyelvnek van közös őse. Írtak egy remek könyvet a kínai nyelvről, a címe a Genezis felfedezése. Az eredeti piktogramok vannak benne, nem azok, amiket ma használnak, hanem az eredeti piktogramok, amelyek a teremtés történetet mesélik el. Például a hajó piktogramja 8 száj egy hajóban, Noé bárkájában 8-an voltak. A ker piktogramja a por jele plusz a lehelet jele plusz két ember bekerítve. Bruce Malone könyvében az igazság nyomában hasonló dolgokról van szó. Írt egy folytatást is, Isten kínaiaknak tett ígérete címmel, ami Isten ígéretéről szól, amit a kínai nyelv örökített meg. Az igaz ember piktogramja egy embert ábrázol egy bárány alatt. Csak az lehet igaz, aki a bárány alatt van, ezt mondja el nekik a saját piktogramjuk. Az angol nyelven is megtalálhatóak hasonló szimbólumok, erről külön előadást lehetne tartani. Ma körülbelül 1200 nyelvről tudunk, amihez még hozzájön több ezer nyelvjárás. Valószínűleg mind az eredeti 75 nyelvből alakult ki. Egyébként az ausztrálok, az írek, Georgia és Alabama állam lakói is angolul beszélnek, csak éppen más nyelvjárást. Ha nem lenne ilyen élénk a kommunikáció a világ különböző pontjai között, pár generáció elteltével egyik sem érteni a másikat. Amikor Ausztráliában jártam, azt mondtam a pincérnőnek, hogy hölgyem, hozna nekem egy napkint, vagyis szalvétát? A lelkész, akivel voltam, azt mondta, ne mondja ezt, a napkin szó nálunk pelenkát jelent. Akkor mit kérjek? Kérjen szörviettet.
És én még azt hittem, hogy tudok angolul. Oda nem angolul beszélnek, hanem ausztrálul. De az apostolok cselekedeteiből világosan kiderül, hogy az Isten az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette, hogy lakjon a Föld egész felszínén. Semmi értelme a rasszizmusnak, a bőrszín semmit sem jelent. A tudósok megpróbálták megkeresni Ádámot és Évát, hogy kiderítsék, közös őstől származunk-e. A mitokondriális DNS változásait visszakövetve arra jutottak, hogy valóban közös őstől származunk, aki valamikor 200 ezer éve élt. Egyetlen nőtől származik minden ember. Aztán tovább tanulmányozták a mitokondriális DNS-t, és arra jutották, hogy közös őstől származunk, aki mindössze 6000 éve élt. Ekkor ezt mondták, nem, ez lehetetlen, további vizsgálatra van szükség. Valóban élt egy közös anyánk 6000 évvel ezelőtt, én még a férje nevét is tudom, Ádám. Ebben a cikkben ez áll, mindannyian egy férfi leszármazottai vagyunk, aki Krisztus előtt 1400-ban élt Ázsiában. Egy új tanulmány szerint a világon élő összes ember egyetlen embertől származik, aki valamikor 3500 évvel ezelőtt élt. A tudósok megtalálták a világon ma élő 6 milliárd ember legközelebbi közös ősét, aki valószínűleg Ázsia keleti részén élt valamikor Krisztus előtt 1415-ben. Az évszám viszonylag korainak tűnhet, de a kutatókat nem lepte meg különösebben ez az eredmény. Aki megpróbálja megrajzolni a családfáját, hamar rájön, hogy a közvetlen felmenők száma 20 évenként megduplázódik. Önök közül kinek van 2 szülője, és kinek van 4 nagyszülője, kinek van 8 dédnagyszülője, kinek van 16 üknagyszülője? Ha még messzebbre mennek, pillanatok alatt rengeteg rokon találnak. Ez bizony problémát jelent, a cikk erre ezt írja. Pár évszázad alatt több ezer közvetlen felmenőt lehet találni. Az MIT kutatói egy számítógépes modell segítségével megpróbálták megtalálni az emberiség legközelebbi közös ősét, felhasználva a történelmi népcsoportok vándorlásáról szóló információkat. Azt találták, hogy mindannyiunknak egy közös őse volt 3 vagy 4 ezer évvel ezelőtt. Ezt én is megmondhattam volna nekik a Biblia alapján. Igen, mindannyiunknak egy közös őse van, Ádám és Éva, nincs mi ragódni. Mi a helyzet a klónozással? Szabad embereket klónozni? Nos, sok mindent nem tudunk a klónozásról, nem tudjuk biztosan, mi lesz a klónozás végeredménye. Félig Hillary Clinton, félig csimpánz. A DNS hihetetlenül bonyolult molekula, hihetetlenül bonyolult. A klónozás során az történik, hogy egy sejt DNS-ét átültetik egy másik sejtbe. Nem állítanak elő új DNS-t, nem állítanak elő új információt, semmi olyat nem hoznak létre, csak átteszik az egyik sejtből a másikba. Érdekes genetikai trükk, nagyon érdekes, nagyon bonyolult és nagyon drága, de nem hoznak létre semmit. A testünkben levő DNS elképesztő dolog. A negyedik videón van szó a DNS elképesztő komplexitásáról. Tudomásunk szerint Dolly az első klónozott emlős. 277 kudarcba fulladt próbálkozás után jött össze Dolly. Azaz egy birka 50 ezer dollárba került. Ha azt kérdezik tőlem, mi a véleményem a klónozásról, azt mondom, hogy a birkák ezt sokkal gyorsabban és olcsóbban meg tudják csinálni, csak ki kell hagyni őket a mezőn. Dolly sokkal gyorsabban öregedett a többi birkánál, és idő előtt pusztult el. Most megint téma a klónozás, szerintem idő és pénzpazarlás. Kutatásnak érdekes, nem vagyok a kutatás ellenséges, nem vagyok a tudomány ellenségesem, de szerintem időpocséklás. Ha pedig azért akarnak embereket klónozni, hogy legyen miből kiszedni a szerveket, hogy pótolhatóak legyenek a beteg szervek, arra azt mondom, hogy elég drága gyógyszert találtak sok betegségre, amit vitaminokkal, nyomelemekkel, megfelelő táplálkozással meg lehet előzni. Megkérdezték tőlem, milyen vitaminokat szedek. Nézzék meg a Biblia és az Egészség című videónkat, rengeteg táplálkozással és vitaminokkal kapcsolatos tipp van benne. Szakértő ugyan nem vagyok, de az egész életemet ebben a testben kívánom leélni, ez életem egyik célja. Egy vitám alkalmával ezt kérdezték tőlem. Hovin testvér, ha Isten tökéletes világot teremtett, miért teremtett bele mérges kígyókat? Jogos a kérdés, kétség nem férhet hozzá, hogy jó néhány mérges kígyó él a Földön. És mi a helyzet a szúnyogokkal? Ádámot és Évát is megcsípték, és az nem fájt, volt fájdalom az Éden kertjében? És mi a helyzet a mérges pókokkal? Csupa jogos kérdés. Ebben a cikkben a kígyómarás elektromos árammal való kezeléséről írnak. Dr. Roger Guderian Ecuador nyugati részén mintegy 300 kígyómarásos embert kezelt. A fájdalom 15 percen belül megszűnik,
ha a marástól számított 30 percen belül alkalmazzák az elektromos kezelést. Egy sokkolót használnak, ami egy kis elektromos szikrát gerjeszt. Az elmúlt 20 évben rájöttek, hogy a kígyómarás vagy pókcsípés helyen alkalmazott áramütés semlegesíti a mérget. Azt mondják, kígyómarás esetén X alakban kell alkalmazni a kezelést. Egyszer egyik, egyszer a másik irányban. Ha 30 percnél több telt el, az elektródát kell kötni az egyik ilyenre, aztán átvinni a másik oldalra, hogy az elektromos áram végigmenjen a végtagon. Ha 30 percnél több telt el, a csípés helyétől a szív felé kell haladni a sokkolóval, mert a méreg a szív felé halad. Egy barátom mesélte, hogy egy alkalommal egy hölgy látogatta meg őt Texasban. Egy kis 2 éves fiúcska volt vele. A kisfiút megcsípte egy barna remete pók, ami képes megölni egy 2 éves gyereket. Egy felnőttet nem tud megölni, de sokáig tartó fájdalmat okoz a mérge. Szóval a kis barna remete pók megcsípte ezt a 2 éves gyermeket a combján. Egy perccel később akkorára dagadt a csípés, mint egy teniszlabda, megkeményedett, mint a kő, közepe lángörös lett, a gyerek pedig zokogott. A hölgy megkérdezte a barátomtól, hogy mit tegyen. Barátom elmondta neki, hogy mit kell tenni. Sokkolóval kezelném a csípést. Van is sokkolóm, de nem vagyok orvos. Nem adhatok neked orvosi tanácsot, de a helyedben én 2-szer sokkolnám a csípést X alakban. A hölgy megtette. Úgy 1/2 perc múlva a gyerek abba hagyta a sírást, 1 perccel később a duzzanat lohadni kezdett. 3 perc múlva a gyerek odakint játszott, 15 perc múlva pedig már semmi sem látszott, csak egy apró csípést nyom. Egy alkalommal az ivókútnál dolgoztam, a kút környékét gyomláltam. Volt ott egy darásfészek, amiről nem tudtam. Az egyik darás kijött és megcsípte az ujjam. Felmentem az emeletre, a Van de Graaff generátorhoz, az úgy 500.000 voltos, égnek áll a hajad generátor, ezt bekapcsoltam. Egy pillanattal később a fájdalom megszűnt. Alig hittem el, huss és vége volt, egy pillanat alatt. A dzsungelben dolgozóknak azt javasolják, hogy keressenek valamilyen elektromos szikrát, egy motort, amin van gyűjtógyertya. Húzzák le róla a kábelt, és mehet a csípésre a szikra. Használhatnak elektromos láncfűrést vagy fűnyírót, mindegy, hogy mit, csak gyorsan érje egy kis elektromos szikra. Úgy tűnik, a pókcsípést nagy feszültségű áramban lehet kezelni. 1991 óta jelennek meg a cikkek, rengeteget kutatták ezt a témát, de miért teremtett Isten mérges kígyókat? Szerintem a teremtéskor még nem voltak mérgesek. Carl Bow például Texasban mokasszin kígyókat tenyésztett a magas légnyomású kamrában, erős mágneses térben. Az erős mágneses térben eltöltött 2 hét után a kígyók nem voltak mérgesek. A mérgük ártalmatlanná vált, utána nézhetnek. Szóval lehet, hogy az özönvíz előtti világban ezeknek a kígyóknak más szerepük lehetett. Mert a fehérje, amit a vérbe fecskendeznek, jót tesz a szervezetnek. Van egy hölgy a Calvary Baptista gyülekezetben, aki mesélhetne erről. Autóbalesete volt, lefejelte a szélvédőt, a nyakát törte egészen mélyen a lapockáj között. Havonta 1-szer megy kezelésre, még ma is, és kobra méreg injekciót kap. Kivonják a kobra mérgét, felszívják és a nyakába szúrják, mert tápláló fehérje. Azt nem tudom, mit csináltak a méreggel, a hölgytől kellene megkérdezni. Meg lehet valamikor a kígyók hasznosak voltak. Úgyhogy aki azt mondja, hé, itt az a rengeteg csörgő kígyó, úgyhogy Isten gonosz, az nem érti, miről szól a teremtés. Mi a helyzet a fridládával? A Biblia azt írja a Jeremiás könyvében, hogy Izraelből Babilonba vittek minden kanalat, serleget, meg mindenféle apróságot, fel is van sorolva. Aztán Esdrás könyvében felsorolja a sok apróságot, amit visszavittek, késeket, meg ezüstöt. Miért nem említi Jeremiás a fridládát? A Krónikák könyvében az áll, hogy Uzzia hatalmas hadigépeket építetett az őrtornyokra, nyilak és kövek kilövésére, óriási hajítógépeket. Ott voltak a falakon azok a hadigépek, elmés masinák, amiket okos fickók építettek. Mehetett bárki a város ellen, az követ kapott a fejére. Nos, Nebukadnezár meg akarta támadni Jeruzsálemet, el akarta foglalni a várost, de nem akarta, hogy a katonáit eltalálják ezekkel a kövekkel. Úgyhogy kiszámolták, milyen messzire repíthetik a masinák a köveket, és falat emeltek a hajtógépek hatósugarán kívül.
Falat építünk a város köré, és szépen kiéheztetjük őket. Az ostrom megkezdődött, és az Ószövetségben elolvashatják, mi lett a vége. Jeremiás azt írta, fegyverrel, éhínséggel és dögvésszel büntetem azt a népet, amely nem szolgálja Nebukadnetszárt. Isten utasította Jeremiást, hogy mondja meg mindenkinek a városban, hogy adja meg magát. Ezek a srácok fognak győzni, ti pedig, mert ti rosszak voltatok és gonoszak, és ez a büntetésetek. Ne harcoljatok, menjetek velük. Legyetek a rabszolgáik, de a király azt mondta, azt már nem, harcolni fogunk. És lemészárolták őket, vereséget szenvedtek. Jeremiás tudta, hogy nem győzhetnek, mert Isten megmondta neki, hogy veszíteni fognak. Ezért fogta a fridládát és a templomhoz tartozó holmikat, és kivitte a városon kívülre. Van egy alagút, Jeremiás átjárója, amit több helyen beomlott. Richard Reeves, Ron Wyatt egykori munkatársa évek óta dolgozik az alagút kiásásán. Egyes részei ma is járhatóak. Jeruzsálem alatt egy rakás alagút van. Egy egész város lapul a város alatt. Ki tudja, mi mindent találtak már ott. A fridládát és a templom felszereléseit tehát a városon kívülre vitte, de nem az ostromfalon kívülre. A hely, ahová a nyíl mutat, a Golgota, ahol Jézust megfeszítették. A sírkert itt van. Jártam ott pár évvel ezelőtt. Hát, az valami hihetetlen volt. Ha lehetőségük adódik elmenni a Szentföldre, menjenek el. Jeremiás barlangjában ma banánt tárolnak. Egy pár muzulmán tulajdonában van, és eladásra váró gyümölcsöt tárolnak benne. Jeremiás barlangjában, amit itt láthatnak, ez itt mind a Koponyahegy, ahol Istvánt halálra kövezték, a sírkert, Jézust itt feszítették meg, és egy közeli sírba temették. A megfeszítés helyéről egyébként kicsit bővebben fogunk beszélni. Ron Wyatt, aki 1999-ben halt meg, ezen a területen végzett ásatást. A missziónktól az összes felfedezéséről kaphatnak anyagot. Szerintem csak két helyen árulják a DVD-t, Ron honlapján és a miénken. 5 DVD is mind elképesztő. Ron azt mondta, hogy Jeremiás barlangja környékén ásott, és megtalálta a keresztre feszítés helyét, és egy kis barlangot is. Egy muzulmán barátja segített neki az ásatásban. Bepréselte magát ebbe a kis üregbe, ásott egy ideig, aztán hirtelen kimászott, és kiábálni kezdett, hogy nem csinálom, és elrohant. Úgyhogy Ron ment le az üregbe. Órákon keresztül mesélte nekem, hogy mit talált odalent. Azt mondta, ha valaki más mondta volna el nekem, nem hittem volna el, de velem történt, és tudom, hogy a hazugok is a kénköves tóba kerülnek. Személyesen ismertem Ront, szerintem jó ember volt Isten helyében, én is hagytam volna, hogy megtalálja azt, amit megtalált, mert nem a saját dicsőségét kerestem. Istent akarta dicsőíteni, sok keresztény szerint Ront tévedett. Elég csak megemlítenem a nevét, és rögtön megkapom magamét. Ezzel a témával is foglalkozunk a teremtéstudomány, Válasz a kritikusoknak című videósorozatunkban. Szóval Ron bepréselte magát az üregbe, és egy kicsi, úgy 120 cm magas barlangot talált. Több dolgot látott odalent, például az aranyasztalt, amit a zsidók 3000 éve készítettek, és a frit sátorban tartottak. Jeremiás rejtette el ott, és építette elé egy falat. És volt egy láda, amit kőből véstek ki. Ron szerint a fedele össze volt törve. Oda ment, és megnézte a fedelet. Nem látott bele a ládába, mert a mennyezet túl alacsonyan volt. De a kőládán látott valami anyagot, ami megszáradt ketchupra emlékeztette. Ron szerint vér volt. A kőláda felett a barlang mennyezetén is rést látott, ami felért egészen addig a helyig, ahol Jézust megfeszítették, 6 méterrel feljebb. Ezt Ron állította. Én nem láttam, de vannak, akik azt mondják, hogy igen, ez valóban így van, én nem tudom, de biblikusnak tűnik. Jézus meghalt a kereszten, a vére pedig a kegyelem trónusra, a fridláda tetejére folyt, ahova a vérnek folynia kellett az áldozatok bemutatásakor. Azért volt ott, mert Jeremiás 600 évvel korábban oda rejtette. Uzzá kinyújtotta a kezét, hogy megfogja a ládát, Isten pedig megölte. Amikor Ron közölte a zsidó hatóságokkal, hogy itt van a fridládátok, azt felelték, ó, mi az nem nyúlunk, most is ott van, arra várva, hogy megépítsék az új templomot. Akkor majd kiveszik onnan és behelyezik a templomba. Látogassatok el Ron honlapjára, és beszéljetek Richarddal.
Benne van Isten neve Jeruzsálemben, a Miltoni baptistáknál tartottam előadást, ahol Karl Gallops lelkész, egy jó barátom, remek igehirdetést tartott el a témáról. Szóval benne van Isten neve a Jeruzsálemben? Nos, a Héber ABC-ben mindenféle betűk vannak, az egyik úgy néz ki, mint egy dupla V. Úgy hívják, hogy Shin. Ez a betű Isten szimbolizálja, és sok zsidó ki is teszi ezt a jelet az ajtó félfájára, vagy a ház mellé. Kiteszik a Shint, ezzel jelzik, hogy Isten háza. Isten azt mondta, hogy a neve Izrael fiain lesz. Ott lesz az én nevem mindörökké. Jeruzsálemben lesz a nevem. Jeruzsálemben lesz a nevem örökké. Benne van Isten neve Jeruzsálemben? Nos, úgy tűnik, hogy igen, mert három völgy van ott, ami egy sint alkot. A neve végérvényesen bele van pecsételve a városba. Ezt nevezem én prédikációnak. Mi a helyzet a Yetivel? Ezt folyton megkérdezik tőlem. Hé, és mi van a Yetivel? A Yeti él. Törődjön bele. Tartottam egy előadást Chester Moore barátom kriptozoológiai konferenciáján. És mi a helyzet a Yetivel? És mi a helyzet a Hogyan készült a Yeti című könyvvel? Ez a fickó ezt így a könyvben. Én öltöztem be Yetinek, bevallom, én voltam. Mai napig megvan a Yeti jelmeze. 10 emberrel beszéltem, aki megesküdött rá, hogy látta Yetit. Todd Jurasek, egyik jó barátom, többször is látta ezt a filmet, a Patterson filmet, az a fickó készítette, aki bevallotta, hogy ő volt abban a maskarában. Az a tény, hogy a Yeti jelmez másolatát hamarosan megnézhetik a Dinosaurus Kalandparkban, a múzeumokban. Egy fickó Colorado államból felajánlotta a múzeumunk számára, szóval mi a helyzet Yetivel, nem tudom. Akár létezik, akár nem, sok ebben az ügyben az átverés. Az a tény, hogy szinte minden államban látták, több Yeti elmélet létezik, mivel 10 emberrel beszéltem, aki látta, és mivel a kérdés gyakran előkerül, válaszolok rá, bár nem ez a szakterületem. Az elméletek. Egyesek szerint az egész csak kacsa. Nos, időnként hallunk kacsákról, de azért azon el kell gondolkodni, főleg itt délen, hogy van olyan épeszű ember, aki ilyen maskarában rohangálna az erdőben. Hány vörös gyakú lakik 50 kilométeres körzetben, aki habozás nélkül lelőne egy ilyen lényt? Oda néz, mi van ott, dur, mi az, George, nem tudom, nézzük meg. Először lőnek, aztán kérdeznek. A második elmélet szerint egy ismeretlen majomfajról van szó. A Discovery csatorna leadott egy kis filmet a Yetiről. Egyesek szerint a Yeti valami hippie a 60-as évekből, aki elfelejtett hazamenni, mert szőrös és büdös. Mások szerint a Yeti valami idegen lény egy másik világból. Hát nem tudom. Megint mások szerint valami balul elsült genetikai kísérlet eredménye. A lényeg, hogy nem tudom, de ha Yetit látnak, azért szóljanak, mert érdekel a dolog. 1 Mózes 6, abban az időben óriások éltek a Földön. Kik voltak ezek az óriások? Amikor az emberek kezdtek elszaporodni a Földön, látták az Isten fiak, ami az Ószövetségben mindig angyalt jelent, hogy szépek az emberek leányai, ezért feleségül vették közülük mindazokat, akiket kiszemeltek maguknak. Akkor ezt mondta az Úr, nem maradjon lelkem örökké az emberben, legyen az életkor a 120 esztendő. Nos, én nem tudom, hogy ez mit jelent, aki tudja, szóljon. Egyesek szerint az emberek nem élhetnek 120 évnél tovább, csak hogy sokan megérték a 121. születésnapjukat is. Mások szerint a 120 éves limit az özönvízig volt érvényes. Nem tudom, lehet, hogy azt jelenti, hogy 120 örömünnep lesz az emberiség történetében. Örömünnep 50 évente van, 120-szor 50 az 6000, nem tudom, de vissza az óriásokhoz. Abban az időben, amikor az istenfiak bementek az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szültek nekik, sőt, még azután is óriások éltek a Földön. Ők azok a vitézkedők, akik ősidőktől fogva hírnevesek voltak. Kik ezek az óriások? És az óriások lennének a vitézkedők? Vagy a, sőt, még azután is két egymástól teljesen különálló dolgot válasz szét? Nem tudok rájönni. De Isten látta, hogy az ember gonosz lett, azt mondta, eltörli a Föld színéről, és jött az özönvíz. De kik voltak az óriások, és kik voltak a vitézkedők? A Héber a nefilim szót használja rájuk. Kik tehát a nefilimek? Nos, egyesek szerint Júdás levelének 6. verse ad útmutatást. Azokat az angyalokat, akik nem becsülték meg a maguk fejdelemségét. Szerintem is útmutatást ad, mivel egész életemben ezt tanították nekem. De vajon tényleg így van? Mások szerint az 1 Péter egyik része ad magyarázatot börtönben levő lelkekhez, amikor az Isten türelmesen várakozott a Noé napjaiban.
A börtönben levő lelkek, az angyalok, akik nem becsülték meg a fejdelemségüket, és az óriások ugyanazok lennének? Erre határozottan azt mondom, hogy valószínűleg, de fogalmam sincs, hogy hogyan lehetne ezt bebizonyítani. Mondok a nefilimekről alkotott elméleteket. Egyesek szerint Isten bukott fiairól van szó, akik a sátánt követték, és emberek leányait vették feleségül. Ezzel csak az a probléma, hogy az angyalok nem nősülnek a mennyben, ami persze nem jelenti, hogy a földön nem nősülhetnek. És azt is feltételezi, hogy a Jelenések könyve 12. fejezetében arról van szó, hogy az angyalok harmada követte a sátánt. Teológusoktól kérdem, miért tanítjuk mindig azt, hogy az angyalok harmada követte a sátánt? A versben az áll, hogy a sátán a csillagok harmadát magával sodorta a farkával. Ez minden. Ezzel a verssel bizonyítják, hogy az angyalok harmada követte a sátánt. Nem kétséges, hogy a sátánnak vannak segítői és démonai. De a Biblia nem erről beszél. Vagy az van, hogy nem kell tudnunk róla, vagy az, hogy nem fontos. Aggodalomra semmi ok, nincs elég információnk. A második elmélet szerint az Isten fiai Sét istenes leszármazottai voltak, akik Káin istentelen leszármazottait vették el. Szerintem ez egy röhelyes elmélet, mert megtért és nem megtért emberek elég régóta házasodnak össze, de ettől a gyermekeikből még nem lett óriás. Arra sincs bizonyíték, hogy Sét vonala istenes volt, hiszen ők is mind megfulladtak az özönvízben, kivéve Noét. Noé testvére is odavesztek. Noé születése után Lámek 595 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Noé kuzinjai nem mehettek fel a bárkára, a testvérei sem. Chuck Mislernek van egy remek audiosorozata a nefilimekről. Szerinte a nefilimek genetikai kísérletek termékei is vissza fognak térni, a sátán pedig fel fogja használni őket arra, hogy megfertőzzék az emberiséget. Akárkik is voltak a nefilimek, szerintem Noé gyermekei látták őket. Az 1 Mózes 6-ban, az első 5 versben közvetlenül az özönvíz előtti eseményekről esik szó. Isten azt mondta, hogy építsd fel azt a bárkát, aztán jöhet az özönvíz. A nefilimekről az özönvíz előtt esik szó. Tegyük fel, hogy valami óriási természetfeletti erővel felruházott emberek voltak. Noé gyermekei biztosan látták őket. Miután az özönvíz elmúlt, a gyermekeiknek meséltek történeteket a tábortűz körül. Ha láttátok volna azt a fickót, aki az utcánkban lakott, 3 szeme volt, tudott repülni, ki tudja, milyenek lehettek. De a történeteket megőrizték Noé gyermekei az özönvíz után, és ezekből lettek aztán olyan legendák, mint a Zeusé vagy Tóré, meg a babiloniai és görög isteneké. A mitológiai istenek történetei valószínűleg megtörtént eseményeket mondanak el, felnagyított formában, vagy úgy, ahogy megtörténtek. Ezek valószínűleg a nefilimek hagyatéka. Sokan foglalkoznak a nefilimekkel, akit érdekel, nézzen utána a dolognak. A következő kérdés. Mi a helyzet az UFO-kkal, az azonosítatlan repülőtestekkel? Mik ezek? Nem tudom, és azt sem tudom, mi köze a teremtéshez, de mivel minden héten rákérdeznek, elmondom szerény és teljesen elfogulatlan véleményemet a dologból. Mik tehát az UFO-k? Jó ez a kép, levette a szemüvegét. Többször is jártam az új-mexikói UFO múzeumban. Amikor arra prédikálok, mindig benézek oda. Hatalmas múzeum, tele mindenféle érdekes holmival. Több száz UFO-król szóló könyvük van. Gulf Breeze innen alig 10 kilométerre híres az UFO észlelésekről. De mik az UFO-k? Számos keresztény és pogány könyvet írtak a témáról. Itt van 2, az UFO-k a végidők káprázata, és az UFO 666. Chuck Missler ismét remekelt egy kiváló könyvben, a címe Idegen találkozások. Akit érdekel, olvass el az ő elméletét. Ő az egyik legokosabb ember, akit ismerek. Egy konferencián megkérdeztem tőle, Dr. Missler, mi történt valójában Roswellben? Tudja, a lezuhant UFO-ra gondolok, azt felelte. Biztosat nem tudok, aki biztosat tud, az nem beszél. De Al Gore pont 9 hónappal később született meg. Stan Deyo is kiváló könyvet írt, a kozmikus összeesküvés, igazán remek. Szerinte elektrogravitációs meghajtású katonai járművekről van szó. Évekkel ezelőtt megemlítettem ezt egy előadáson, mire odajött hozzám egy fickó, azt mondta, Mr. Hovind, én a kormánynak dolgozok, honnan tud ön az elektrogravitációs meghajtásról? Ez szigorúan titkos. Mire én egy könyvben olvastam róla, bocs. Ez az a könyv, ha érdekel valakit. Nos, kerek repülőgépekről évek óta tudunk. Ez itt az XF-5U, amit a sugárhajtómű feltalálása előtt használtak, amíg elavultá nem vált.
Itt van az A15, és az oroszok modellje az A16. Szép nagy frisbee, és a V173, tehát több elmélet van az UFO-król. Az egyes számú elmélet szerint minden UFO észlelés téves. Meteorológiai balont láttak, vagy déli bábot, vagy túl sok vodkát ittak. A második elmélet szerint ezek szigorúan titkos kormány vagy privát kísérletek. A harmadik elmélet szerint ördögi jelenségek. Isten mindenütt ott van, de a sátán egyszerre csak egy helyen tud lenni, úgyhogy kell neki egy UFO, mert szeret száguldozni. Ha elektrogravitációs meghajtást használnak, akkor nincs nehézségi erő, mert minden molekulát az elektromosság hajt. Úgyhogy a jármű felgyorsulhat nulláról 5000-re, és megállhat egy 10 centesen, és az emberek odabent nem éreznek semmit. Nincs nehézségi erő. Az emberek azt mondják, hogy az UFO föl le jobbra-balra cikázott, olyasmit csinált, amitől az emberek meghalnának egy hagyományos gépen. A túl nagy nehézségi erőtől a pilóták el is ájulhatnak. A negyedik elmélet szerint idegen lények jöttek egy más bolygóról. A Biblia szerint Éva minden élők anyja, úgyhogy nehezen tudom elhinni, hogy lehet élet más bolygón. Abban hiszek, hogy vannak odakint angyalok, szeráfok vagy kerubok, ha ez földön kívüli életnek minősül. De szerintem más élőlény nincs odakint, csak itt. Következő kérdés. Mennyi időt töltöttek Éden kertjében a bűneset előtt? A Biblia azt írja, hogy Ádám 130 éves volt, amikor egy fia született. Ezelőtt született Kain és Ábel, de nem tudjuk mikor, mert ők nem tartoznak Jézus felmenői közé. Szerintem úgy 100 évig élhettek Éden kertjében. Azt nem hiszem, hogy az első 30 másodpercben már bűnbe is estek. A hatodik nap végén is azt mondta, hogy minden nagyon jó. Ádám és Éva ekkor még nem vétkezett, a sátán pedig még nem volt bukott angyal. Nem logikus azt mondani, hogy a sátán a teremtés hatodik napja előtt vált bukott angyallá. Mert Isten azt mondta, hogy minden nagyon jó. De aztán Isten kitette az embert az Éden kertjéből, a bejárat elé pedig kerubokat állított. Ez még Kain és Ábel, illetve Séd születése előtt volt, úgyhogy lehetett úgy 100 év. Lehetetlen megmondani. Az biztos, hogy valamikor a hetedik nap után történt, és az azt követő 100 évben valamikor. Mi a helyzet a fenevad bélyegével? A Biblia azt mondja, hogy a fenevad bélyege kerül az emberek jobb kezére és homlokára, és nem lehet se venni, se eladni a bélyeg nélkül. Sokat tanulmányoztam a témát. Manapság már létezik a dolog, egy kis mikrocsip formájában, ami akkora, mint egy rizsszem, és már vagy 20 éve fejlesztik. Dean Martin tartott róla előadást. Megfogott egy ilyen kis csipet, a hóna alá vette, és elsétált a laptopja mellett, amiben bele volt építve egy apró érzékelő. Rögtön megjelent a monitoron a neve, a címe, a társadalombiztosítási száma, minden. Nem a chipben van az adat, abban csak egy azonosító van, ami alapján a számítógép megkeresi az információt. A technológia már rendelkezésre áll, meg tudják csinálni egy parányi eladó chipet. A chipben elem nincs, egy rádiófrekvencia adja a működéshez szükséges energiát, egy antenna veszi a jelet és küldi a számot. Én vagyok a 325-ös vagy akármi. Az Exxon benzinkúton lehet chipkártyával fizetni. Az ember tankol, a kártyát a kúthoz nyomja és mehet. A McDonald's is csinálja, egy kis chip van egy kulcstartón, az ember megérinti vele a McDonald's pénztárpultját, és a számla ki van egyenlítve. 5 vagy 6 éve csinálják. Az emberbe ültetett chip a jövő új trendje? Több éve néhány ember csipet ültetett a bőre alá, azzal működtették a ház berendezéseit. Kevin Warwick közülük a leghíresebb. Az egész házát számítógép vezérli, amit meg a karjába ültetett csip aktivál. Szóval megoldható a dolog. A Hitachi kifejlesztett egy csipet 128 bit memóriával, ekkora 0,4 mm. Akár egy darab papírba is be lehet építeni, sose találják meg. Volt egy család Floridában pár évvel ezelőtt. Mikrocsippet ültettek magukba, mert egészségügyi problémáik voltak. Ha baj van, csak leszkennelik a testüket, és már látják is, hogy ez itt George, és vérzékeny, vagy akármi. Ott a parányi csip az antennával, ami a rádiójelet veszi. A jel aktiválja a kis antennát, az meg aktiválja a csipet, és már megy is vissza a jel. Kívülről kapja az energiát. Akit érdekel a téma, nézzen el a képen levő honlapra, és olvass el Sanders írását. Ami a pénzt illeti, a Biblia szerint minden rossz gyökere a pénz szeretete. Ezt a mikrocsippet fogják felhasználni, hogy bevezessék a világon az egységes fizetőeszközt.
A készpénznek nem lesz értelme. Kapnak egy csipet a kezükbe vagy a homlokukba, különben nem adhatnak és nem vásárolhatnak, és már most is erre tartunk, ez az irány. Nem tudom, mennyi idő van még addig, de meglepne, ha 5 éven belül nem törölnék el a készpénzt, a hitelkártyákat és minden mást, és nem vezetnék be a mikrocsipes rendszert. Szerintem nem lesz egy nagy esemény, amikor a keresztények felállhatnának, és azt mondhatják, azt a csippet nem ültetik belém, én Isten szolgálom. Csak szépen lassan kirekesztenek minket a társadalomból. Hát akkor nem vehet semmit, bocs, de készpénzt nem fogadunk el, hitelkártyát sem, csak a csippet. Sok problémát fog megoldani, és sok problémát fog teremteni. Majd felhasználják hozzá a HAARP technológiát is, az északi fénykutató programot, HAARP. Már évek óta folynak a kutatások a légkör felső rétegében, ahol az északi fény látható, a céljuk pedig az időjárás befolyásolása. Az interneten rengeteg honlap van, és sokan gondolják, hogy az elmúlt évek hurikánjait szándékosan idézték elő. Mikrohullám segítségével fel tudják melegíteni az égbolt egy részét, amolyan virtuális lencsét hoznak létre, amin a napfény átvilágít, és felmelegíti a Föld egy pontját, mint amikor oda pörkölünk a hangyának nagyítóval. Ezzel a technológiával virtuális tükröt is elő lehet állítani, hogy ebből mennyi az igaz, nem tudom. Egy tonnányi kutatást végeztek ezen a területen, és furcsa dolgok vannak odafent Alaszkában és az északi sark közelében, amiket nyilván erre használnak. Nagy lyukat fúrtak a Földbe, úgy tűnik minden a Föld alatt van. Nemrég azt kérdezte tőlem valaki, hogy a torinói lepel nem azt bizonyítja, hogy Jézus valóban itt élt a Földön? Nem kell ahhoz torinói lepel, hogy ezt bebizonyítsam, de tényleg mi a helyzet a torinói lepellel? Elküldték nekem ezt a könyvet, hogy olvassam el, mert ez bizonyítja, hogy Jézust a torinói lepelben temették el. Íme a tények a lepelről, ez a róla készített fotó. Látszik rajta egy arca, keresztbetett kezek, és azt mondják, láthatóak a lyukak is a kézen, ahol a szöget beverték, és a lábán, és láthatjuk, hogy szakállas, meg mindez. Van azonban pár komoly probléma a torinói lepellel. Azt mondják, látni lehet a szakáll a körvonalát és a sebeit. De a Biblia azt mondja, hogy az arcára kendőt tettek. Volt egy kendő az arcán, és voltak leplek a testén. János 20, Péter is bement a sírba, és látta, hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik. A torinói leplen egyben látszik a fej és a test. Ez nem Jézus halotti leple. Látták a halotti leplet és a kendőt külön. Ézsaiás azt profétálta, hogy Jézus szakállat kitépik. A torinói leplen szakállas férfi látható, de mire Jézust eltemették, kitépték a szakállát. Az 1 Korintusban olvassuk, szégyen, ha a férfi megnöveszti a haját. Ezen a képen hosszú hajat látunk, de Jézusnak nem volt hosszú a haja. Nem volt názír, csak názáreti. Akkoriban rövid hajat volt szokás viselni, de ha Jézusnak hosszú haja volt, akkor miért kellett Júdásnak megcsókolnia, hogy így emelje ki a tömegből? Miért nem azt mondta, a hosszú hajú fickó, azt kapjátok el? Nem. Jézusnak rövid haja volt, mint mindenki másnak, Jézus elvegyült a tömegben. Nem volt rajta semmi szokatlan, úgy nézett ki, mint bárki más. Nem volt názír, ahogy a 2 Mózes 6-ban olvassuk. Sámson názír volt, Jézus viszont názáreti. 2 teljesen különböző dologról van szó. A torinói lepel, tehát nem más, csak egy régi lepel. Lehet, hogy valakinek a halotti leple, és az is lehet, hogy egy keresztre feszített ember leple. Lehet. De hogy nem Jézusé, az biztos. Amikor Erik fiam a teológiára járt, egy tanár azt tanította neki, hogy a teremtette és alkotta szavak mást jelentenek. Ezzel bizonyította, hogy a teremtés hosszú ideig tartott. Isten bizonyos dolgokat teremtett, másokat alkotott. Én keresni kezdtem a Szentírásban, és azt találtam, hogy Isten alkotta és megteremtette is az eget és a földet. Ezek a szavak egymás szinonimái. Az 1 Mózes 1:7-ben megalkotta a boltozatot. A 148. Zsoltárban teremtette. Végig a Szentírásban felváltva szerepelnek ezek a szavak. A héber nem szereti a szóismétlést, az angol sem. Ha lehet ugyanarra a dologra, nem használjuk ugyanazt a szót. Nem mondunk olyasmit, hogy hű, az a fickó nagy volt, nagy. Hanem azt mondjuk, hú, az a fickó nagy volt, hatalmas. Egy másik szót használunk a nyomaték kedvéért. A teremtette és alkotta felváltva szerepel a Szentírásban. A Biblia azt írja, hogy az Úr alkotta a mennyet, 1 Korintus, ő alkotta a fákat, és ő teremtette a fákat, ő alkotta az embert,
és ő teremtette az embert, állatokat is alkotott, és állatokat is teremtett. Az 1 Mózes 2.4-ben Isten azt mondja, alkossunk embert a képmásunkra, aztán megteremtette Isten az embert a maga képmására. Ott van mindkét szó egy ige szakaszon belül. Nem, ezzel nem lehet igazolni a hosszú vagy a kettős teremtés elméletét. Héberben a teremteni bara, a formálni játszár, az alkotni pedig asaf. Nem biztos, hogy jól ejtettem ki, nem beszélek héberül, de itt mindkettő egy versben szerepel, Ézsaiás 43.7. Mindenkit, akit nevemről neveznek, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam. Ebben aztán benne volt mind. Ettől világosabb már nem is lehetne. Az Úr a te teremtőd, Jákob a te formálód, Izrael. Mindenkit, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam. Ez csak nyomatékosítás, kevés ez egy új elmélethez. A teremtettem, formáltam, alkottam szavakat, tehát felváltva olvassuk a Szentírásban. Hol lehet a teremtéstudományról tanulni? Rengeteg jó szakember készített anyagokat a teremtéstudomány tanításához. Mi is indítunk kurzusokat, de a Landmark Freedom nevű szervezet is jó anyagokkal rendelkezik. Don Boyce-nak, az én kedves barátomnak fenn Georgiában szintén vannak jó anyagai. Jill Whitlock a gyerekeknek készít oktatóanyagokat. Charles Lynn Tennessee-ben elkérte az anyagaimat, és a gyerekek számára adaptálta, amit tőle meg is lehet szerezni. Itt egy kérdés, amit állandóan kérdeznek tőlem. Hovind maga doktornak nevezi magát. Ez ritkán fordul elő, egyszerűen csak Kent vagyok, de van doktori fokozatom. Azt kérdezik, törvényes az a doktori fokozat? Nos, én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy akinek fenntartásai vannak, az álljon fel és mondja a szemembe. Persze nem áll fel senki. Mindig készen állok válaszolni a kérdésekre, de amikor valaki ezzel jön, tudom, hogy ad homin támadásról van szó. Ez azt jelenti, hogy a személyt támadják, nem az üzenetet. Ezért óvatosan válaszolok. Próbálják elterelni a figyelmet az evolúciónak nevezett ostoba vallásukról. A doktori fokozat valójában azt jelenti a filozófia doktora. Van-e nekem olyan? Igen, van. Van róla egy kép is, az egyik falon megnézhetik. A Patriot Egyetem 1980-ban kezdte meg működését Colorado Springsben. Egy baptista gyülekezet indította be. Keresztény iskola, olyasmi, amilyenben a gyermekek jártak itt Pensacolában. Minden évben úgy 30 fő szerezett diplomát. Éveken keresztül a Hilltop baptista gyülekezet épületében dolgoztak. Évente olyan 25 fő végzett náluk, amiből 3 szerzett doktori fokozatot. Egy ideje Patriot Biblia Egyetem a nevük. Pár éve változtattak nevet. Amikor én jártam oda, még Patriot Egyetem volt. Lehetett náluk doktori fokozatot szerezni, és én éltem a lehetőséggel. 9 év alatt hoztam össze. Nagyon keményen megdolgoztam érte, de ha nem tetszik valakinek a doktor, szólítson testvérnek vagy Kentnek, de az is jó, hogy hey te! Engem különösebben nem érdekel a dolog. Az utolsó évem előtt leültem. 2 héten át gondolkodtam. Tényleg kell nekem ez a diploma? Ez a doktori fokozat segíteni fogja a szolgálatomat, vagy hátráltatni? Én csak lelkeket akartam megnyerni, és akarok megnyerni, és hatni az emberekre, ez minden. Tényleg sokat harcoltam magammal, hogy befejezzem-e azt az iskolát, mert lehet, hogy csak baj lesz belőle, végül befejeztem. 2 diplomám lett, egy általános vallástudomány és egy teológiai. Nincs ezzel semmi gond, de akinek nem tetszik, ne nevezzen doktornak. Úgy hívják, hogy a Patriot diplomagyár, pedig nem az. Hívják fel őket. Én keményen megdolgoztam a diplomámért, nem tudom, hogy másokkal ez hogy volt. Szóval igen, van doktori fokozatom. Darwinnak teológiából volt diplomája, mégis tudósnak nevezik. Henry Morrisnak van egy remek cikkéről. Charles Darwin hitehagyott teológia hallgató volt, aki csak teológiából szerzett diplomát. Alfred Russell Wallace alig járt iskolába, és csak egy ideig volt geodéta inas. Mégis azt mondják róla, hogy nagy tudós volt. Csak a francia Jean Lamarck és a német Ernst Haeckel volt az evolúció tudományának igazi tudós. Csak ők kettet. A legtöbben azok közül, akik evolúcióval foglalkoztak, annak idején geodéták vagy mérnökök voltak, közük sem volt a biológiához. Mégis az evolúció atyainak nevezzük őket.
Én a doktori fokozatomat valóban egy akkreditálatlan keresztény egyetemen szereztem. Ezt sohasem tagadtam. Rengeteg fontos történelmi személyiségnek semmilyen diplomája nem volt. Több ezer egyetemen van internetes távoktatás vagy levelező kurzus. Nincs is ezzel semmi gond, több ezeren azok közül, akik nappali tagozatos egyetemi hallgatók csalnak és hazudnak, hogy megszerezzék a diplomájukat. Én ilyesmit nem csináltam. Attól, hogy valaki egy akkreditált egyetemen szerzett diplomát, nem feltétlenül lesz intelligens, hiszen sokan közülük abban hisznek, hogy az élet egy izzó kőből alakult ki, akinek nem tetszik a doktori fokozatom, az szólítson testvérnek vagy kentnek. Ostobaság lenne ugyan, de végigjárhatnám a világ egyetemeit, és lefotózhatnám a helyeket, ahonnan a diplomák származnak. Jártam a Roger Egyetemen, és egy apró lomtárszerű helységet találtam egy lépcső alatt. Egy átalakított kamra volt, és ott intézték a levelezősök ügyeit. A kínai szakosokét, ha jól tudom, senkit sem érdekel a kurzus, csak egy vagy két hallgatójuk van. Ez a diplomához nem kell az egész egyetem, mert szinte senkit sem érdekel. Tény, hogy egy kis sufni az egész egy lépcső alatt. Akkor az a diploma most legitim, vagy nem? Ne legyünk már ennyire kicsinyesek. Semmi gond azzal a diplomával. Az ateisták időnként megkérdezik, hogy ha a fáraó egész hadserege beleveszett a Vörös-tengerbe, miért nem találtak erre bizonyítékot? Hol a bizonyíték, hogy ezek a fickók tényleg megfulladtak ott? Jogos a kérdés. Sok ateista tesz fel jogos kérdéseket. Sajnálom, hogy a hetedik rész ilyen hosszúra nyúlt, de rengeteg kérdést tesznek föl nekem, és még annál is többet a rádió műsorunkban, minden nap délután 5:30 és 6 között. A 2 Mózes 14-ben az áll, hogy Isten megmondta Mózesnek, hogy verjen tábort a tengerparton, aztán azt olvassuk, hogy szárazon keltek át a tengeren, és a víz jobbról-balról falként állt. Szó nincs arról, hogy egy nagy tengeren mentek volna át. Egyes liberális keresztények azt mondják, hogy csak sekély vízen mentek keresztül. Akkor hogy fulladt meg a fáraó serege? Szóljatok mindenkinek, hogy feküdjön le, és ne keljen fel. Szárazon keltek át, és a Biblia azt mondja, hogy Isten akadályozta a harci kocsik kerekeit, ez az igazság. Aztán a víz visszatért, és elborította a harci kocsikat és a lovasokat. Ha megnézik Egyiptom térképét, a jobb alsó sarkát láthatják a Vörös-tengert Egyiptom mellett. Két részre válik. A baloldali a Suezi-öböl, a Suezi csatornával, a jobb oldali pedig az Akaba öböl. A Vörös tenger tehát két részből áll. Pont ott válik ketté, ahol a sínai félsziget van. Izrael fiai tehát kivonultak Egyiptomból, a fáraó katonái pedig 3 nap alatt érték őket utol. Nem kelhettek át a Suezi öbölnél, keresztül vágtak a sínai félszigeten, és az Akabai öbölnél keltek át a tengeren. Ott, ahol a vörös pontot látják, az Akabai öböl mellett egy tengerpart van. Van egy kiszáradt folyómeder, ami a tengerpart felé halad, két oldal pedig hegyek vannak. Onnan nincs hová menekülni, főleg egy rakás nővel, gyerekkel, szekerekkel és jószággal. A hegyekre sem lehet fölmászni, ez a műholdkép északi irányból mutatja a helyet. Ott van a tengerpart. Izrael gyermekei a jobb felső részen vonultak ki Egyiptomból, keresztül vágtak a sínai félszigeten, aztán ezen a tengerparton ragadtak. Ami egyébként hatalmas, ezek a kis négyszögek egyébként raktárépületek, szörnyű nagy tengerpart, akár 2 vagy 3 millió ember is elférne itt gond nélkül. Izrael gyerekei tehát itt ragadtak, nem mehettek se éjszakra, se délre, két oldalt ott voltak a hegyek, mögöttük már jöttek a fáraó seregei, elől meg ott volt a vörös tenger. Mit lehet ilyen helyzetben tenni? Az ember sír, és Isten tokolja a problémákért, mindenki ezt csinálja. A tengerpart déli végén Ron Wyatt évekkel ezelőtt talált egy oszlopot, pont itt kihúzta, megtisztította, betonra állította, és bár eléggé megrongálódott a felülete, olvasható volt rajta néhány óhéber felirat, ami úgy szólt: ez itt az oszlop, amit Salamon király állított, hogy megemlékezzen a vörös tengeren való átkelésről. Gilbert Vincent, egy jó barátom Texasból, járt ott pár alkalommal. Bulldozerrel segített felállítani az oszlopot, meg feltölteni a környékét földdel, mert kezdett oldalra dőlni. Ott, ahol a tengerpart van, a vörös tenger olyan 14 km széles. Nos, ezen a ponton van egy sekély rész. A mély rész Eilat városa közelében, ahol pár éve jártam, olyan 1500 mély mindkét oldalon. Az egész Akabai öböl olyan 1500 méter mély, kivéve itt. Itt van egy viszonylag sekély rész, mert így is 250 méter mély, ami azért elég mély, de 250 méter 14 kilométeren át az nem rossz, egy enyhe lejtő lefelé,
és egy enyhe emelkedő fölfelé. Ha oda mennek búvárkodni, azt láthatják, hogy a sziklákat valaki eltakarította az útból a Vörös-tenger fenekén. Valószínűleg Mózes volt az és a népe. A Biblia azt írja, hogy a fáraó serege a vízbe fulladt, miközben megpróbált átkelni a Vörös-tengeren. Rájuk szakadt a vízfal. 14 kilométer gyalog fél nap alatt meg lehet tenni, annyi gyerekkel, meg szekérrel és minden mással együtt is. A tengerfenéken Ron Wyatt, aki búvárruhában merült le, emberi csontokat, lópatkókat és aranyozott harci kocsi kerekeket talált. A harci kocsi kerekek körül van némi vita. Azt mondják, nem lehet kiemelni a helyéről, mert csak az aranyozás maradt meg, ami összeroppanna. Tehát kirohadt alul a fa. Egyesek szerint nem eredeti a lelet. Én nem tudom. Ron szerint azok igazi harci kocsi kerekek voltak, amikor lefotózta a kerekeket és elvitte az egyiptológiai intézetbe, ott azt mondták neki, ez a 18. dinasztia korából való. Egyedül a 18. dinasztia használt 4, 6 és 8 külös kocsi kerekeket. Mindhárom típusból találtak odalent, szóval ezek a fickók üldözték ki Mózest Egyiptomból a 18. dinasztia. A Sínai hegy tehát Arábiában van, mert ugye átkeltek a Vörös-tengeren, aztán értek el a Sínai hegyhez. A Sínai hegy nem a Sínai félszigeten van, hanem Arábiában, ott abban a vörössel kiemelt részben. A Galaták 4-ben olvassuk, hogy a Sínai hegy Arábiában van, mármint ha Ronnak igaza van, és szerintem igaza van. Többet tudhatnak meg a felfedezések sorozatból, 5 DVD 100 dollárért, így finanszírozzák a missziójukat, hogy legyen miből visszamenni és folytatni a kutatást. Szóval ez a Sínai hegy videófelvétel is készült róla, a teteje még most is megvan égve, egyfajta vulkánikus üveggé vált, mint az obszidián. Megégett a kő a hegylábánál, látni lehet a körvonalat, mert ugye Mózes megmondta Izrael gyermekeinek, ne gyertek fel a hegyre, és határt mondtak a hegy körül. Az oszlopok ma is ott vannak, az oltár is ott van, amit Áron készített. Az oltára került az aranybordjú, de az oldalára is egy aranybordjút rajzoltak. Még ma is ott van. Isten azt mondta Mózesnek, hogy üssön a sziklára, és víz fakad belőle. A legtöbb illusztrált Bibliában egy sziklát látunk, amiből csordogál a víz, egy alak pedig serlegette a talát. Hogy lehet megitatni 2 millió embert meg az állataikat egy kevés kőből csordogáló vízzel? Ez egy ostoba gondolat. Vannak jobb képek is. A szikla valószínűleg hatalmas volt, sokan úgy gondolják, ez az a kő, amire Mózes ráütött. A szikla, ami kimered a hegyből, vagy 5 emelet 15 méter magas. A közepén ketté van hasadva, két oldalt pedig víz okozta, kopások láthatóak rajta. Ebből a sziklából valamikor ömlött a víz. Akit érdekel, nézze meg Ron videósorozatát. Rengeteg dologgal találkozhattak a honlapján, és van egy videósorozat a Szodomáról és Gomoráról. A Holtengernek 5 pontja van Izraelben, ahol igen magas a sókoncentráció, ahol teljesen lepusztult a terep. Ron azt mondja, és én hiszek neki, hogy megtalálta Szodomát és Gomorát, Garát, Gázát, Admát és Szeboimot. Ezek a városok pusztultak el. Az 1 Mózes 14-ben és az 5 Mózes 29-ben olvashatnak erről bővebben. Isten elpusztította Sodomát és Gomorát. Sodoma és Gomora itt volt valahol a Holt-tenger déli végénél, Massadánál. Amikor pár éve Massada erődjében jártam, lenéztem, és egy hatalmas négyszöget láttam a földben, ahol valaha város volt. Ezen a képen egy ősi fal pilléreire és tornyaira emlékeztető maradványokat látnak. Nos, akkoriban így építették a falakat a városokban. Ha sikerült is feljutnia valakinek egy falra, a második falról már öntötték is a nyakába a forró olajat. Ezeket a kéngolyókat Sodomában és Gomorában találták. Kénes szaguk van, 99,9%-os a kéntartalmuk, és majdnem teljesen kiégtek. Ha ketté törnék egyet, belül még láthatnák, hogy sárga. A legtöbb teljesen kiégett. Vannak nagyobbak is. Több millió ilyen kéngolyó van abban a térségben. Szó szerint égő kéneső hullott rájuk. Olyan forró volt, hogy amikor eltalálták a város tégláit, azok porrá égtek. A kéngolyókból mintát vett Michael Banilla, egy barátom, aki New Yorkban él. Azt mondta, 97,4%-ban tiszta kén a minta. A világon sehol máshogy nem találnak ilyesmit. Több száz van ezekből a múzeumunkban. Ezek a városok egyértelműen elégtek. Ha leásnak a hamuba, a régi város falainak a hamvaiban ásnak, ami valamikor tégla volt, a nagy hő hatására hamuvá vált, hamu réteggé.
Rengeteg ott a kéngolyó, és van egy darab emberi csontunk is, ami ropogósra sült. A múzeumunkban van, úgyhogy szerintem megtalálták Sodomát és Gomorát. Akit érdekel, nézze meg a felfedezések videósorozatot. Gyakran kérdezik tőlem, hogy mi az az unikorn is, a Biblia beszél róla, de mi az? Én nem tudom, de elmondom az elméleteket. A Biblia ezt írja, olyan az ereje, mint az unikornisnak. Aztán hajlandó-e szolgálni neked az unikornis? Ott hál-e jászolodnál? Barázdába tudod-e fogni kötéllel az unikornist? A Biblia szerint tehát az unikornis erős, nem hajtja igába a fejét, nem lehet megszelídíteni, és senki nem tudja befogni. Lehetetlen. Bízhatsz-e benne, mivel nagy az ereje? Rábízhatod a munkádat? Elhiszed-e róla, hogy behordja gabonádat? Nem fogja megtenni. A Zsoltáros ezt írja, a Libanon és Szirion ugrál miatta, mint egy unikornis, tehát ez az állat tud ugrani. A 92. Zsoltárban pedig azt olvassuk, hogy az unikornis szarva. Ez az egyetlen hivatkozás, ami miatt az emberek azt gondolják, hogy az unikornisnak egy szarva van. Szerintem az unikornis inkább egy egyszarvú dinoszaurusz volt. Kétlem, hogy egyszarvú ló lett volna, bár egész életünkben azt a mesét hallottuk, és mást már nem is tudunk elképzelni. Pedig elég sok dinoszaurusznak csak egy szarva volt, a monokloinusnak, vagy styracosaurusnak, a triceratopsnak három volt, de lehet, hogy csak a középsőt számították annak. A lényeg, hogy szerintem az unikornis nem egyszarvú ló volt, hanem egy hatalmas újsüllő. Következő kérdés, a bölcsesség fog az evolúció bizonyítéka? Nos, Jack Kuozo fogorvos tavaly tartott nálunk előadást. A könyve, az élve eltemetve, egy remek írás a neandervölgyi emberről. A bölcsesség fog nem bizonyítja az evolúciót, csak az bizonyítja, hogy az emberek valamikor tovább éltek és nagyobbra nőttek. Az amerikaiak 60%-ának problémái vannak a bölcsesség fogaikkal. Számos országban viszont nincs gond a bölcsesség fogakkal, mert ott sok nyersétel tesznek, nyerzöldségeket és hasonlókat, és a bölcsesség fogaik már 18-20 éves korukban gond nélkül kinőnek. Mi viszont sok puha dolgot eszünk, az evolucionisták mégis azzal érvelnek, hogy a bölcsességfog az evolúció bizonyítéka, pedig csak az bizonyítja, hogy az ember régen tovább élt és nagyobbra nőtt. Az emberek feje 18-20 éves kor körül elég nagyra megnőtt, és eljött az ideje, hogy az utolsó fogaknak is kinőjenek, és kitöltsék az űrt az állkapocsban. Ez minden. Nem bizonyítja az evolúciót. Kérdés, miért hiányoznak nevek a Bibliából? Mindjárt válaszolok, előtte olvassuk el a bibliai figyelmeztetéseket. Ne is foglalkozzanak mondákkal és végnélküli nemzetségtáblázatokkal, amelyek inkább vitákra vezetnek. A nemzetségtáblákat időnként elég nehéz követni, de ha megnézzük az 1 Mózes, Máté és Lukács evangéliumát, láthatjuk, hogy az 1 Mózesben a Jézusról szóló vonal egy részét kapjuk meg. Lukácsnál én megfordítottam a sorrendet, mert Lukács nem azt mondja, hogy kinek ki volt a gyereke, hanem hogy kinek ki volt az apja. Mellesleg a Dávid király utáni két különböző nemzetségtábla két különböző fiú vonalát követi, az egyik Máriához vezet, a másik Józsefhez. Az egyik a királyi vonal, a másik a papi vonal. De van egy fickó Lukács nemzetség táblájában, akinek Kénán a neve. Ki volt Kénán? Jonathan Sarfati írt egy cikket erről, amiben az áll, hogy ez egy hiba. A Biblia igen kevés másolási hibái közül az egyik. Én szeretem Jonathant, jó munkát végez, de most nagyon nem értek vele egyet. Írtunk is neki egy jó cikket, amiben az áll, hogy Jonathan ezúttal tévedsz. Még nem válaszolt. Kénán az egyike a három névnek, ami szerepel egyes nemzetségtáblákban, másokból viszont hiányzik. Miért szerepel itt Kénán? A honlapunkon találnak erről egy hosszú cikket. Megkérdeztem Gail Riplingert, aki a King James szakértője, hogy miért szerepel itt Kénán. Ő 8 lehetséges okot sorolt fel, mindet megtalálják a honlapunkon. Az 1 Mózes 5-ben nem szerepel Kénán, Lukács viszont említi. Azért írtuk a cikket, hogy ne kelljen most egy órán át beszélni róla. Olvassák el, sívjanak fel, ha van kérdésük. Az Ezékiel 21-ben az áll, hogy az ammoniták nevéről nem fognak megemlékezni. Emberek időnként kikerültek a nemzetségtáblákból, mert valami rossz dolgot követtek el. A nevükről nem emlékeznek meg, Ezékiel 25. Eltörölted nevüket mindörökre. Eltörlöm a bálványok neveit az országban. Nem is említi őket többé. Júdás levelében ez áll, hogy Énok a 7. volt Ádám után.
akkor itt nincs hézag. Ádámtól Énokig nincs hézag. És azt olvassuk, hogy Noé a nyolcadik. A Biblia segít a nyomozásban. Elég pontosan el lehet készíteni a nemzetségtáblákat, és úgy gondolom, hogy ez a tábla elég jól sikerült. Van némi vita azt illetően, hogy hány éves is volt Tera, amikor Ábrám született. Egyesek szerint 70 éves volt, mások szerint 130, ez 60 év különbség. A honlapunkon ezzel is foglalkozunk. Elmagyarázzuk, miért a 70 és nem a 130 felett döntöttünk. Mikor váltak az állatok ragadozóvá? Nos, nem tudom, hogy ezt honnan tudhatná bárki is. Ma vannak húsévő állatok, a Biblia szerint a teremtést követően minden állat növényevő volt. Mikor történt a váltás? Én nem tudom, de egyesek szerint nem sokkal Ádám bűnbeesése után történt. Mert amikor bűnbeesett, akkor azonnal is megváltozhattak a dolgok, jöttek a tövisek, bogáncsok, stb. Talán az özönvíz után váltott meg minden, amikor kevesebb volt az étel és több volt a gond. Hozzá kellett szokni a húsevéshez, nem tudom. Élt egy oroszlán az egyik filmstúdióban, aki nem volt hajlandó húst tenni. 9 évig élt, és egy falat húst evett meg. Nem kellett neki. Egy kutyatenyésztő hölgytől hallotta, hogy a kutyái nem esznek húst, csak zöldségeket. A II. Világháborúban, amikor nem nagyon lehetett húst kapni Európában, a londoni állatkert állatainak zöldségeket adtak. Nem volt más, káposztát ettek. Egy fickó küldött nekem egy 2 órás videót néhány grizzly medvéről, amint az udvarán legelik a füvet Kanadában. Nem vetítem le, mert elég unalmas 2 órán keresztül nézni legelésző medvéket. Maci Laci szereti a piknik kosarakat, de ha más nincs, beéri mogyoróval és bogyókkal is. Szerintem nem lehet megmondani, mikor kezdtek el az állatok húst tenni. Gyanítom, hogy az özönvíz előtt, vagy nem sokkal az özönvíz után történt a dolog. Gyakran mondják nekem, hogy sokan gúnyolódok az ateistákkal. Igen, tudom, sajnálom, már dolgozok rajta, bár nem túl keményen. Megmondom miért. A fiammal mindig válaszolunk az ateistáknak. Tudják, hogy közel 2000 Covid ellenes honlap van az interneten? Akkor miért válaszolok nekik, és miért vagyok velük gúnyos? Nos, a 31-nehány év szolgálatom alatt több ezer gyerek életét láttam tönkremenni az evolucionisták miatt. Ezért esik nehezemre türelmesnek lenni azokkal, akik a rombolást végzik, és főleg azokkal, akikről tudom, hogy hazugságokkal bizonyítják az elméletüket. A Biblia figyelmeztet, vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel. Ha a Hitler haláltáborait támadnám, hogy megmentsem a zsidókat, nehezemre esne kedvesnek maradni az őrökhöz. Valószínűleg le akarnám lőni őket, hogy megmenthessem az embereket. Ugyanígy nem vagyok könnyű helyzetben, amikor az egyetemekre megyek, és látom a professzorokat, akik hazudnak a diákoknak, és lerombolják a hitüket. Tisztelem őket, és próbálok kedvesebb beszélni velük, de időnként gúnyos hangot ütök meg. Megmondom miért. A Biblia azt mondja, ha megvered a csúfolódót, az együgyű okul. Ha megfedded az okost, az belátja annak értelmét. Vagy üzd el a csúfolódót, és elmegy vele a perlekedés. Az egy királyokban Illés kigúnyolta Bál prófétáit. Mellesleg ekkor keletkezett a rockzene. Azt énekelte Illés, hogy come on, Bál, light my fire. Gyújtsd meg a tüzem, Bál. Egy ige hirdető gúnyolja a hamis profétákat. Ajaj, ez nem valami toleráns viselkedés, nem hát, mert a hamis profétákkal nem kell toleránsnak lenni. Jézus az írástudókat és farizeusokat képmutatóknak és meszelt sírnak nevezte, belül tele halottak csontjaival, kígyók, viperák, fajzata. Kígyóknak nevezte őket. Jézus nem túl toleráns, igaz? Jézus ezt mondta Herodesről, mondjátok meg annak a rókának. Rókának nevez egy politikai vezért? Annak? Én is neveztem már ennek annak pár elnökünket, de ezt kell tenni, ha gonosz dolgokat tesznek. A Biblia beszél a kemény nyakú, körülmetéletlen szívű emberekről. Te mindenféle csalással és gonoszsággal tele ember, te ördögfajzat, te minden igazság ellensége. A Biblia elég kemény hangot üt meg. A Bibliában Isten olyan szavakat használ rájuk, mint bolond, együgyű, elfajzott, gúnyolódó, kemény nyakú, csalással és gonoszsággal teli és ördögfajzat. Én csak olyan próbálok lenni, mint a mennyei atya, ezért gúnyolódok ezekkel a fickókkal. Miért nem reagálok a Hovind ellenes honlapokra? Már vagy 100-szor hívtak ki e-mailes vitára. Nem fogok e-mailben vitatkozni. Percenként 12 szót tudok legépelni 19 hibával. Nem csinálom. Az emberek csak el akarják rabolni az időmet.
Ott van a rádió műsorom, amiben mindenki betelefonálhat, szívesen válaszolok minden kérdésre. Egyszer azt mondta nekem egy férfi, Dr. Hovind, a chat szobánkban magát utálják a legjobban, hihetetlen mennyien beszélnek magáról, nyilván az elevenjük letapintott, csak így tovább. Szóval szívesen válaszolok bármilyen kérdésre, minden előadásom végén lehet kérdezni. Ha van még kérdésük, küldjék el nekünk. Bármelyik egyetem evolucionistájával hajlandó vagyok vitázni, és még $200 is fizetek neki, ha hajlandó velem vitázni. Annak pedig $250,000 fizetek, aki bizonyítékot tud felmutatni az evolúcióra. Közel 4000-en vannak azok, akik nem voltak hajlandók vitatkozni velem. Múlt héten az Észak-Michigani Egyetem 8 professzora utasított vissza. Egy héttel azelőtt a Wisconsini Egyetemen jártam, 100 professzort kértem fel, hogy vitatkozzon velem, mind nemet mondott. Úgyhogy nem fog e-mailben vitatkozni senkivel. Sok millióan vannak azok, akik kíváncsiak a mondani valómra, akkor miért pazaroljam azokra az időmet, akik nem kíváncsiak rá? Nem fogom rájuk pazarolni az időmet, nem szeretném a gyöngyeimet a disznók elé vetni. Ha a kertembe zöldséget kellene ültetnem, és a kertem egyik felében jó föld lenne, a másikban egy rakás kő, először a jó földbe ültetnék. Aztán, ha lenne időm, foglalkoznék a köves résszel is. Ha nem lenne rá időm, azt se bánnám. Sok millióan vannak, akik hallani szeretnének, először velük foglalkozom. Aztán jöttnek azok, akik nem akarnak hallani, mármint ha lesz rájuk időm. Oké, remélem, tanulságos volt ez a kérdezfelelek előadás, tudom, hogy hosszú volt, de ezeket a kérdéseket állandóan felteszik nekünk. A honlapomról megtudhatják, mikor, hol tartok előadásokat. Jöjjenek el, hozzanak magukkal kétkedőket és gúnyolódókat. Mindig lehet tőlünk kérdezni. Én nem tudom mindenre a választ, de ismerem azt, aki mindenre tudja a választ, hogy a mennyei atya. Isten, aki ezt a világot teremtette, azt mondta nekünk, hogy tanuljunk, álljunk készen, és mindig tudjunk válaszolni. Én is azt szeretném tenni, szeretnék a kedvébe járni, és lelkeket megnyerni a kiáltságának. Ha tehát van valami, ami távol tartja neked Krisztustól, keressék a választ. Mindenre van válasz, lehet, hogy én nem tudom, de lehet, hogy meg tudom mondani, merre keressenek. Ha ezt a videót nézik, és nem biztosak benne, hogy üdvözülni fognak, a legfontosabb, hogy adják át a szívüket Jézus Krisztusnak, és térjenek meg. Fel kell ismerniük, hogy bűnösök, a pokol felé tartanak, de Krisztus meghalt önökért, és készen áll megmenteni mindenki, csak kérni kell rá. Ellátogathatnak a honlapunkra is, ahol elolvashatják a Hogyan jutok a mennybe című cikkünket, tudjanak minél többet arról, hogy lehet üdvözülni. Remélem, én is segítettem. Köszönöm, hogy meghallgattak.